jó estét mindenkinek! Akkor arról beszélünk, ami meg lett hirdetve, tehát a demokráciáról, illetve annak a válságáról, illetve arról a fajta jelenségről, amit puzsérizmusnak is nevezhetnénk. Lesznek meglepetés vendégeink. És hát igen. És jó. Én már meglepődtem. Tehát itt akkor az... Aki a puzsért várta, az szintén már meglepődött. Igen, bemutatom Puzsér Robertet, kicserélődött, amióta Hajdú Péter üldözi, azóta átoperáltatta magát. Szóval, egyre inkább elterjedt a közbeszédben az a szöveg, hogy az a gondolat, hogy a demokrácia, vagy a polgári demokráciáknak vége, legalábbis a hagyományos formájukban. Ugye azt nagyon sok helyen hallottuk, hogy vége a pártoknak. Kezdődött ez az egész tulajdonképpen a rendszerváltás idején, amikor megdőlt a szocialista blokk, összeomlott a Szovjetunió, véget ért a KGST, véget ért a Varsói Szerződés, véget ért az egész szocializmus, és akkor azt mondták, annak idején egy Fukuyama nevű félig japán, félig amerikai származású történész, politológus írt egy ilyen könyvet, hogy mi volt annak a címe? Világ vége. A történelem vége. Tehát egy jó kis eszkatológikus cím. Nekem ez negyedik gimnáziumba jött el. Én már kicsit idősebb voltam, és akkor az arról szólt, hogy megbukt. Tulajdonképpen a polgári demokrácia, a liberális demokrácia az, ami győzött, és innentől kezdve most már egész más. Csak időkérdés, hogy 100%. Örökké ez a berendezkedés fog maradni. Volt az a mondás, hogy a kommunizmus jelenleg a világ egyhetedén uralkodik, de lesz az még 1/8, sőt 1/9 is. Na most a Fukuyama az úgy gondolta, hogy a 100% lesz hamarosan, csak nem kommunizmussal, hanem liberális kapitalizmussal kevert demokráciából lesz 100%. És akkor volt ez a nagy közhely, hogy véget értek az úgynevezett nagy narratívák. Ugye mik azok a nagy narratívák, azaz nagy elbeszélések, és itt nyilván nem regényekre kell gondolni, meg rendes történetekre, hanem olyan politikai ideológiákra, ideológiai rendszerekre, amelyek egy bizonyos szempontból magyarázzák az egész világot, magyarázzák a társadalmi fejlődést, tulajdonképpen még az emberiségnek az evolúcióját is, tehát megmagyarázzák a világot, megmagyarázzák az embert, a közösséget és az egyént egyaránt. Bocs, itt tennék is egy közbevetést. A mondatot befejezem, aztán majd mondjad. És hogy ezek megbuktak, tehát ilyen volt a kommunizmus, vagy szocializmus, tehát egy ilyen nagy narratíva volt, ami fölépített, ami adott egy történelemkritikát, egy általános helyzetanalízist, és adott egy jövőképet, és ennek nyomán társadalom mérnököknek a egész hadai dolgoztak majd 2 évszázadon keresztül azon, hogy ez a jelenlegi rendszer, ami hol a feudalizmus volt, hol a kapitalizmus, az megbukik, és akkor helyette, ugye ez a nagy narratívának lényege, helyette jön egy igazságosabb társadalom. És ugye láttuk, mi lett belőle, ez megbukott, ennek vége, és akkor ezzel együtt megbuktak az úgynevezett nagy narratívák, és akkor azt mondták, hogy az iszlám maradt meg az egyetlen ilyennek, tehát az hisz még abban, hogy az ember változtatható, és egy másfajta történelem alakul ez ki. Ez már egy másik történésznek vagy filozófusnak a gondolatmenete, hogy nem véget ért a történelem, hanem összecsapnak a különböző kultúrák, és majd az iszlám és a nyugati világ összecsapása lesz. Az a Huntington-féle, így van a kultúráknak a harca. De elmondanám a közbevetésemet, jó hosszú lesz. De várj, mindjárt adom a szót, csak... Nagy összegbe fogadtam volna a mondatot, ezzel, már befejeztem. Ezzel kezdődött ez az egész, és ennek nyomán jött a többi, tehát hogy még maga a liberális demokrácia is kiüresedett. Tehát a különböző pártok nem mondanak lényegesen más. Tehát ha megnézzük, akkor minden párt, mondjuk Európa, vagy a nyugati kultúrában minden párt liberális. Tehát nincs igazán olyan párt, ami megkérdőjelezné a liberalizmus alapvetéseit. Vannak persze... Igény az volna. Vannak persze úgynevezett szélsőséges, vagy extremitások, meg egyebek. Tehát nagyon pici kis csoportosásokról van szó. De azt látjuk, hogy azok a pártok is a játéktéren és a játékszabályokon belül maradnak,
amelyek nem nevezhetők liberálisnak, sőt adott esetben szélső jobboldalinak is tartják őket. Ezek a például nyugaton, ezek a bevándorlás ellenes euroszkeptikus pártok. Nálunk ezt nem mondanák egyébként még szélső jobboldalnak sem. Szóval kialakult egy ilyen közhangulat, vele együtt az, amit itt Puzsér barátunk mindig szokott mondani, hogy, hogy arra szavaznak az emberek a liberális demokráciába, akinek a frizurája ilyen meg olyan, és az egész el van üzleti esedve, igazából üres, kiüresedett. Tehát amikor elmegy az ember szavazni vagy választani, akkor nem szava, nincsenek alternatívák, csak legfeljebb részletkérdésekbe. Egyik párt a másik, ugye, hogy ez egy klasszikus fogalmazta meg. Szóval ebbe az egész közhangulatba, ebbe megjelentek aztán különböző ilyen alapvető kritikus hangok, amik ezt az egészet megkérdőjelezték. Bár megmondom őszintén, azt nem látom, hogy helyette mit ajánlanának, illetve talán az este folyamán kiderül egy-két ilyen alternatíva. Minden esetre Magyarországon ez még jobban, ez a fajta szellemi válság, mert ez egy szellemi válság, nem csak gazdasági, meg politikai, ez még jobban begyűrűzött. Tehát Magyarországon mindenki kételkedik most már szinte mindenben, illetve csak a leghülyébbek nem, tehát még mindig vannak, mit tudom, béke táborosok, vagy békeharcosok, vagy ki a faszom ilyen békemenet. De már lassan azok is kételkednek. Azok is kezdenek kételkedni. Itt Magyarországon az emberek úgy csalódtak a liberális demokráciába, meg a kapitalizmusba, hogy igazából liberális demokrácia és kapitalizmus abban a fejlett formában, ahogyan Nyugat-Európában ki se alakult. Ez is egy érdekes helyzet. Mi történik Magyarországon? Az történik, hogy ez a kiábrándultság, ez tápot ad mindenféle olyan nézeteknek, amik ugye ezt az egész rendszert alapvetően megkérdőjelezik, és akkor ilyenkor jönnek a különböző elképzelések, közte az ilyen tényleg extrém hagymázas dolgok, hogy mit tudom, királyság, meg a feudalizmus, meg szíriuszi magyarok, Isten királysága, meg mit tudom én, Szent Korona helytartója majd, külön pénzt nyomat ki, meg, és akkor látjuk, ezen belül is megvannak a szalacsik, meg vannak a mindenféle figurák, de van ennek azért egy mainstreamje is, és ezen belül egyre inkább elterjedni látszik az a nézet, főleg ahogy én észlelem, a fiatalabb generáción belül, és főleg a fiatalabb városi középosztálybeli generáción belül, hogy talán nem is kéne szavazati jogot adni bárkinek. És akkor majd ezt fogjuk témát körüljárni, és akkor most mondhatod, amit akarsz. Narratívákról egy pár gondolat. Nekem nagyon az az érzésem a narratívákkal kapcsolatban, hogy azért segítenek nekünk megérteni a világot ezek a különböző ideológiáktól áthatott narratívák, hogy aztán a kedvükre vezessenek minket meg valamilyen irányba. Nekem nagyon gyanús az, amikor egy párt, egy politikai erő, akár nem is párttá szerveződve, megpróbálja a világot értelmezni, mert nyilvánvalóan merít különböző érvényes világmagyarázatokból, legyen az vallás, filozófia, művészet, akár világmagyarázata, de önkényesen merít, és nagyon-nagyon azt érzem, hogy a saját érdekében merít. A 20. század és részben a 19. század története az másról se szólt, mint hogy különböző világértelmezések kapcsán egészen extrém irányba mentek el azok, amiket utána elvártak, vagy amit ebből adódóan javasoltak, vagy követeltek, vagy megvalósítani kezdtek a politikusok. Nagyon ismert példák vannak, mint a náci vagy a kommunista történet, de mondjuk ott van Szálasinak a világmagyarázata. Az is náci. Nyilván a nácinak egy sajátos magyar változat, ezért emelném ki, mert mondjuk kommunista vonalon nem sikerült kitermelnünk egy ilyen sajátot, de hát volt ez a Szálasi, az kitermelt egy saját verziót. Érdemes megismerkedni vele, hogy milyen fogalmakkal operál, abból milyen következtetéseket von le, mint ahogy gyengített bárányhimlő vírust adatok be a gyerekemnek, ugyanúgy érdemes ezekkel is megismerkedni, hogy aztán könnyebben fölismerjük, hogy miről is szól az, amikor valaki meg akarja nekünk érteni a világot. Nem mondom, hogy eredendően minden filozófus, vagy minden politológus, vagy mindenki, aki megpróbálta értelmezni a folyamatokat,
az hatalmi szándékkal tette ezt, de végül szinte mindig erre futott ki a történet, illetve melyik használható volt, azt használták. Ha visszamegyünk az időben, azokra az időkre visszanézzünk, amennyire történelem távlatán keresztül tudunk, amikor nem volt világmagyarázatok versenye, viszont volt valamiféle demokratikus elem a társadalomba, ugye teljes totális demokrácia nem volt például a görög városállamokban se, hiszen nem mindenki szavazhatott, de azért voltak a demokráciának létező és máig példaként említett elemei, ott jellemzően a politikusoknak alkalmasságát, vagy ha tetszik frizuráját vizsgálták, és nem annyira ideológiai típusú harcok léteztek, amennyire ezt így utólag visszamenően tudjuk. Erre a frizura, az kicsit metafora is. Nyilván. Tehát a frizurában pont az a lényeg, hogy nem az tartalmi, alkalmassága, hanem nem a belbecs, hanem a külcsín. Ezért mondtam azt, hogy nagyjából akkoriban is két dolgot vizsgáltak szerintem, az alkalmasságot, tehát egy belbecs, egy tartalmi dolgot, és egy abszolút léha, érdektelen, vagy divattal összefüggő, vagy semmiképp sem tartalmi külsőséget, ami egyébként lehetett teljesen más, mint csak a frizurát azért mondtam, mert te is azt említetted. Metaforaként mondtad te is, oké, én értem, bár most gondolkozom azon, hogy az okorban volt-e ilyen, hogy ne lett volna. Jó képű a csávú, és akkor azért mert há, hogy a fenében ne lett volna. Szóval nők például nem szavazhattak, és ez egy kicsit pozitív módon hozzáadott. Férfiak is éppen úgy tudnak ilyen külsőségek alapján választani, akár férfiakat is. De az, hogy mondjuk szórta a pénzt, és demagóg akár volt, na akkor megnyerte a nagy közönséget. Sokféleképpen lehetett, ez lehetett valamilyen ígéret, egy háború megnyerésének az ígérete, vagy a háború megnyerésének a valósága, ami után békében az illető alkalmatlan volt. Egyébként a legszebb példák természetesen a római történelemből vannak, de azért már csak a dokumentáltság is nagyobb, de a görögből is azért lehet találni, illetőleg bárki bárhova visszamegy, szerintem az izlandi, ugye az első máig működő parlament, a legrégebbi máig is működő parlament, Oltik, vagy nem is tehát, tudom, hogy hívják. Azaz, de ez azért van, Izlandon azért van, mert ott sose volt királyság, illetve Norvégiához tartozott egy darabig, tehát egy ilyen gyarmatszerű, okay, vagy tartományszerű, ott inkább fönnmaradt a törzsi demokrácia. Na de pont ezt a törzsi demokrácia mondani, az, amikor ahol létezett törzsi demokrácia, és erről vannak információink. Tehát a vikingek kvázi demokratikusak ott voltak, nem, mert ott nem ideológiák, döntöttek. Tehát amennyit tudunk a törzsi demokráciákról, vagy a kezdeti demokráciákról, nem tipikusan ideológiák, világmagyarázatok, narratívák döntöttek. Majd eljött a narratívák korszaka, ami leginkább világháborúkhoz vezetett, ugyanúgy, mint előtte mondjuk a nacionalizmusoknak a korszaka, az vezetett mondjuk az elsőhöz, a narratívák a második, az nyilván kicsit önkényes, amit mondok. Vezetett, Eléggé. Tehát a narratívák ez egy narratíva. Narratívák vezettek háborúhoz, ez kicsit meredek, de jó. Oké, ezt a részt ezt teljesen elfogadom, hogy nem pusztán a narratívák voltak ezek, mégis úgy gondolom, hogy a hatalom volt az, vagy a hatalom céljai voltak azok, amik ide vezettek, de a narratíva ehhez egy kiváló eszköz volt. Mondjuk akkor így talán így akkor tudunk valamennyire egyetérteni. És én ilyen szempontból nem tartom azt annyira nagy hibának, hogy jelen pillanatban frizurákról beszélgetünk, és annak a jele, hogy viszonylagos jólétben élünk, nincs akkora nagy baj. Ezt tudom, hogy nem egy népszerű álláspont, de sokkal népszerűbb volt mindig is világvégét kiabálni. Fordítsuk vissza! Ha viszonylagos jólétben élünk, akkor megengedhetjük magunknak azt a luxust, hogy frizurák alapján szavazzunk. Érted, amit mondok? Ugyanezt mondtam én is. Bocsánat, azt hittem az okozati viszonyt fölcsönjük. Az okozati viszony tehát, nem is határozná meg. Itt az a kérdés, hogy azért élünk-e ilyen viszonylagos jólétben, mondjuk Afrikához képest. Mert mi frizurákról vitatkozunk? Mert frizurákról vitatkozunk. Hát ez így nem jutott még eszembe, de azért, ez is lehet. Mert ez jött ki abból, amit aha, mondtál, értem, mert hogy nincsenek narratívák, nem kell legyilkolni a másikat. Túlléptünk azért, a narratívákon, mit tudom, ennyire nem eléggé kommunista, és akkor maradnak a frizurák, és akkor ez tulajdonképpen ez egy olyan kultúrát feltételez, ami egy viszonylagos jóléthez vezet, mert hiszen nem gyilkoljuk le egymást az ideológiáért, hagyjuk ezt a narratívát, nagyképű fogalom, maradjunk az ideológiánál. Vagy pedig fordítva, aha, amit én gondolok,
hogy van egy viszonylagos jólét, amit bizony ideológiák is hoztak létre, és megengedhetjük magunknak azt a luxust, hogy frizurák alapján szavazunk. Én a másodikat mondtam, amit te is, viszont így meghallgatva van az elsőben is esetleg igazság, és még azt is el akartam mondani, hogy én az ideológiákhoz való, hogy is mondjam, nosztalgikus visszatekintést, vagy akár amit a Robi mond, hogy milyen gáz, hogy a frizurákról beszélgetünk, és milyen jó lenne fontos dolgokról. Én ezt egy kamaszos lendületnek tartom, egy olyan forradalmi hívnak, amit jobb levetkőzni, és mellékesen, ha eluralkodik egy társadalmon, akkor az élet veszélyes. Ahhoz, hogy eluralkodjon... Mi ezt modellezd le? Ahhoz, hogy eluralkodjon, ahhoz válság, egy komoly válság kell. Tehát ahhoz, hogy széles tömegeket tényleg érdekeljen a politika, a barikádokra menjenek, a vérüket adják, az életüket áldozzák, az ideológia vagy a politika valamilyen fontos, általuk fontosnak tartott vívmánya okán, akár legyen az a szabad választás, akár legyen az a zsidók deportálása, mind a kettőre adták az emberek életüket, az szerintem egy válságban fordul elő, és egy nagyon nagy probléma, és nagyon kamaszos lendületből adódik, hogyha valaki egyébként egy viszonylagos jólétben ez iránt nosztalgiázik vissza, hogy milyen jó lenne megváltani a világot, és nem pedig csak ebben az unalmas polgári létben várni azt, hogy majd 400 év alatt szép lassan a mi demokráciánk is kiforja magát úgy, ahogy, és hát tulajdonképpen tűrhetetlen, hogy itt csak ülünk és várjuk ezt. Én szerintem ez veszélyes és ijesztő dolog, ami ráadásul gyermekies, vagy kamasz, nem gyermeki, mert a gyermek az nem, még nem lázad, de én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a felnőttség az, hogyha elfogadjuk a saját jólétünket, és tudomásul veszük, hogy mi az emberiségnek a legfőső, hát nem is tudom hány százalékában, de nagyon pici számot kéne mondani, hogy mindannyian, akik itt ülünk, az emberiségnek a legfőső 5%-ába tartozunk, nem csak anyagi erőforrásaink tekintetében, hanem szellemi erőforrásaink, szabadságunk, minden egyéb irányába, és hogyha mi föl akarunk lázadni, ráadásul nem a 95%, hanem a saját érdekeinkben, az egy annyira beteges és kifacsarodott álláspont szerintem, ami egyébként mindenkihez, és még gyenge pillanatban hozzám is közel áll, mert hát sokkal izgalmasabbak a forradalmak, mint a konszolidáció és a béke évei. Most ezt nem értettem, ezt az egészet. Tehát, hogy miért mondtad most ezt el? Azért mondtam el, mert azt említetted, hogy a Robi, és egyébként nyilván ő nem személyében érdekes pusztán, hanem képvisel egy általános álláspontot, nem elégedett a jelenlegi helyzettel, és nem olyan szempontból, hogy nem a megfelelő emberek vannak éppen hatalmon, hanem abban az értelemben, hogy a rendszer rossz, hibás, mert frizurákról vitatkozunk, mert nem valós kérdésekről vitatkozunk, nincsenek meg azok az ideológiai szükségszerűségek, azok az ideológiai irányok, amelyek nyomán valódi, értelmes, és nem tudom milyen irányba menne a világ. Most, amikor meg akarták mondani, hogy milyen ezek valódi, meg értelmes, meg nem tudom milyen irány a világban, abból mindig nagyon rossz következett, gyakorlatilag. És ami minél inkább át volt itatva ideológiával, világmagyarázatokkal, annál inkább következett belőle az, hogy az emberek egészen a valóságtól elszakadt szélsőséges dolgokat voltak hajlandóak megtenni, vagy elszenvedni. Értem, amit mondasz. De ennek is megvan azért a sötét oldala, mert hogyha ezt valaki így komolyan veszi, akkor ebből jön az úgynevezett panglossi elv. Tehát ez, hogy ez minden világok legjobbika, kurva jó ez az egész, ne lázadozzunk, ne hőzöngjünk, hát bazd meg, az albánok szarabbul élnek, Kongóban még szarabbul élnek. Az meg mi itt fröccsöt iszunk, értem, ott de most ahogy kimondod mintha a hangsúlyoddal próbálnád azt mondani, hogy ezek nem fontos dolgok, hogy igen, jobban élünk, mint Kongóban, jobban élünk, mint Albániában, és erre egyáltalán nem szeretünk emlékezni. Ha valaki... Én szoktam, ezzel vigasztalom magam például. De nem, az... Amikor hazamegyek a lakásomba, azt mondom... Hát az albánokat, meg a kongolyokat kéne vigasztalni, nem téged, pont ezt mondom. Tehát, hogy igazából... Én ezzel vigasztalom magam, hogy én még mindig
legalább te lakásban lakom, és mondjuk nem fűkunyhóban. Azt hittem, azt mondod, hogy te legalább lehet, gondolsz hogy rájuk, bár ugyanúgy semmit sem teszel értük, de legalább gondolsz rájuk. Én azért nem gondolom, hogy ez feltétlenül Pangloss mester... Kár örömmel gondolok rájuk, ezt akartam mondani, érted? És ebből szipolyozom ki magamnak, a szétesett egómnak azt a kis ilyen táperőt, ami még fenntart. Érted? Legalább van, na, aki alattam van. Így van, pontosan. És ha ezt meghallom, bazdmeg, hogy én a felső 5%-ba tartozom, te a 3. Hát akkor már teljesen oda vagyok. Csak egy-két lecsúszott hippi miatt, aki ott ül a hátsó sorban, mondtam az 5%-ot, hogy mindannyian a 3-ba tartozunk természetesen. Fammal együtt. Azért nem szükségszerű, hogy ebből Pangloss mester legyen, mert arra viszont... A Pangloss, azt mindenki tudja, micsoda? Walter Candidjában az a figura, aki mindig azt, gyakorlatilag minden helyzetben azt mondja, hogy ez a lehető világok legjobbika. És nagyjából ez egy olyan önmagába forduló, vagy visszakanyarodó érvelés. Nem szükségszerű, hogy ebbe az irányba menjünk el. És ez tehetetlenségre kárhoztat. Tehát érted, van, a Panglossi világképnek, tehát ennek a erőltetett optimizmusnak, ennek az bizonyos szempontból álságos megelégedettségnek, ennek ugye vannak következményei. És a következmény az, hogy de akkor tök fölösleg, akkor ne hőzöngjünk, akkor tök fölösleges. Jó, és hát ez az egész jó, mert lehetne szarabb, mert csak szarabb. Mi a Candidnak a vége egyébként? Már elfelejtettem, kurva unalmas volt. Én nagyon szerettem a Candidot egyébként. Olvassátok el, és akkor meglátjátok, mi a vége. Abszolga, az vicces. Nem egyértelmű, hogy ebből a szempontból a Pangloss mester... Én tudom. Azt mondom, hogy mindenki olvas el otthon. Tehát az Ápoljuk saját kertjeinket című történet. Ami egyébként nagyjából Pangloss mesternek a hitvallása. Tehát, hogy végül is a... De azért mégsem egy taoista bölcs volt a Pangloss, tehát ő egy ironikus figura. Ironikus figura, de a vége Walter szerint is ez. Na mindegy, nem akarom én Walterrel megtámogatni a magam elméletét, én csak azt akarom mondani, hogy arra kell nagyon ügyelnünk, és ez tartozik a saját mentál higiénénk területére, hogy ne a frizuráról beszélgessünk, hanem az alkalmasságról. Tehát amikor a politikusok mondjuk valamit nagyon gázmódon csinálnak, akkor ne azt mondjuk, hogy milyen gáz, mit tudom én, táskát vásároltak maguknak, hanem azt, hogy most nyúlták le éppen a nem tudom hány milliárdot a nem tudom hol, és ami még ennél is sokkal-sokkal gázabb, hogy mondjuk a magyar oktatással, meg a magyar egészségügyel nem történik semmi. Tehát, hogy szerintem nem szükségszerű, hogy végül is ilyen léha dolgokról beszélgessünk csak. És de érted, a Puzsér is, meg más is azt szokta mondani erre, vagy azt mondaná... Puzsér már referencia lett? Hogy ma, most csak a mi köreinkben. Hogy a... mert ők őt ismerik egyedül, tehát most nyilván igen, csak hát tudok. Képzeljétek el, hogy a Puzsér mondja, hát, és akkor úgy... És akkor már így van. Ne hivatkozzunk itt szakirodalomra, meg egyebekre. És a Puzsér szerint ez minden világok legjobb. A lényeg az, hogy maga a rendszer olyan, érted? Tehát, hogy maga a rendszer, most akkor ilyen kvázi Puzsér leszek, gondolatilag, és csak most egy percig. Akkor most jön az animál pornó. Tehát, hogy az famos, ja, mindegy. Oké, okay, lemaradtam. Szóval, hogy... Maga a rendszer olyan, hogy nem tudsz az alkalmasságról beszélni, csak a frizuráról, érted? Tehát maga ez a liberális demokrácia jutott el a 21. századra arra a szintre, hogy nem tudsz másról beszélni. Tehát úgy üresedett ki, úgy vált manipulációvá az egész, hát, úgy vált, mit tudom, gazdag embereknek, meg cégeknek a játékterévé az egész, úgy vált a, mit tudom, és akkor itt jön be az a rész is, hogy a nagyon szerencsétlen sutyarákok is szavazhatnak, bazd meg, száraz tésztáért, és azt se tudják, kire szavaznak. Tehát, hogy már ezt szokták mondani. Tehát, hogy izé, tehát, hogy ezt mondja a Puzsér, tehát, hogy érted? És értem, akkor itt nem tudsz az alkalmasságról, sőt, még el se indulhat képviselőjelöltként mondjuk egy alkalmas, hogyha nem áll mögötte valamiféle tőke, vagy nincs, mert hogy nincs megfelelő marketingje, stb. Érted? Jó, de ez olyan dolog, hogy hazamegyek egy picit később az egyik nap, és azt mondja a feleségem, hogy már előbb hazaértem, és már 3 adagot mostam a gyerekek és magunk után, már föl van mind teregetve, és akkor azt szoktam neki ilyenkor mondani, hogy egyszer s mindenkorra ki kéne azokat a ruhákat mosni.
Tehát nem az, hogy most hármat, meg négyet, hanem minden ruhát egyszer és mindenkorra ki kell mosni. Tehát ez körülbelül ugyanilyen történet, hogy nem fog eljönni az a pillanat, amikor hátradőlhetünk, hanem minden pillanatban meg kell küzdenünk azért, hogy a politikusok alkalmasságáról beszéljünk, mert a politikusok marhára ellen érdekeltek ebben, abban érdekeltek, hogy ne beszéljünk arról, amit ténylegesen csinálnak az országban, abban érdekeltek, hogy ne beszéljenek arról, hogy mondjuk pénzek tűnnek el, és közben nem történnek dolgok, hanem ők baromira abban érdekeltek, hogy miről beszéljünk, mondjuk olyan gumicsontokról, mint valakinek a haja, olyan gumicsontokról, mint az ideológiák, mert ezt is jelen pillanatban gumicsontként használják, és abban érdekeltek, hogy még ráadásul olyan gumicsontokról is beszéljünk, mint hogy ez a liberális demokrácia nem is olyan jó. Hát most nem olyan rég, mondjuk az Orbán Viktor nevű politikus bedobta a halálbüntetés nevű gumicsontot, ami tökre nem fér bele legalábbis az európai változatába a liberális demokráciának, de ezt már szinte senki nem hitt el, hogy erről tényleg beszélni kéne, vagy erről beszélt ő, amikor mondott róla valamit. Nem hitt el, már szinte tényleg senki. És én azt gondolom, hogy ilyen értelemben mondjuk a választójog szűkítése meg elfélek, pontosan ugyanilyen gumicsont, ami elviszi a figyelmet ugyanúgy, mint a haj, a Gucci táska, nem tudom micsoda, azokról a tényleges és borzasztó fontos dolgokról, amelyek mondjuk történnek, vagy még inkább nem történnek az országban. Tehát tényleg rohadt unalmas arról beszélni, hogy az oktatási rendszerben nem történik semmi, illetve ami történik, az inkább a semminél is sokkal rosszabb, és nem látjuk azt a jövőképet, hogy 20 vagy 30 vagy nem tudom hány év múlva, hogy fog ez a társadalom kinézni, hogy mitől nem fognak az emberek nyugatra szökni, hogy mitől fognak mondjuk a kórházakban ellátást kapni az emberek. Ezek borzasztó unalmas témák, sokkal izgalmasabb a halálbüntetés már valakinek, sokkal izgalmasabb a választójog szűkítése valakinek, stb. Vagy a rendszerkritika általában, de szerintem kőkeményen az alkalmassággal kéne foglalkozni, és beledöngölni választói szavazatokkal a földbe azokat a politikusokat, akik nem felelnek meg, és hagyják, hogy hülyét csináljanak. Jó. Tulajdonképpen és akkor mi a kapaszkodó, mi a kiinduló pont? Tehát, érted? Arról kéne beszélni, ami a lényeg. Először is ki beszél arról? Tehát ki? Mi ketten itt a pincéjébe? Most éppen azt tervezed, hogy mindent relativizálsz? Nem. Hol kezded? Arról kéne, érted? Tehát akkor ez is gumicsonttá válik. Mondd el, hogy szerinted mi a lényeg? Mondd el, hogy mik a fontos dolgok. Én kibaszottul nem tudom. Fontos dolog az, hogy mondjuk az ember boldog legyen, az egy fontos dolog. Igen, de erről nem annyira van értelme egy mikrofonban. Erről nem, nincs értelme sem mikrofonban, se pedig a politikusoknak. A politikusoknak nem várunk semmit erről. Ez ügyben. Világos, így van. Nem is csak, kapjuk meg, nem is várunk. Figyelj, csak most mi szolidan vitatkozunk. Tehát azt mondod, hogy vannak a gumicsontok, mind az ideológia, ugye? Ezt tudjuk, ez igaz, de tényleg igaz. Szent koronaúsztatás, meg magyarság, meg zsidó kérdés, meg a kisfaszon, meg a balosi izék is, mit tudom, feminizmus, meg egyéb ideológ. Hamvas Béla úgy hívta a kenyőcs, hogy menjen a gépezet, érted? És működhessen a rablás, meg a szélhámosság. És a konzervatív Hamvas Béla, ugye? Tehát voltak ilyen érdekes anarchista gondolatai is. És hát csak azok voltak, de és, konzervatív hát anarchista volt. Sok minden furcsa figura volt. És ez teljesen így van. És gumicsont. És lehet, hogy az is gumicsont, például szerintem egyébként nem gumicsont az, hogy az általános választójog az szűkíthető-e, vagy nem szűkíthető. Lesz szűkítve? Bazd meg. Ja, értem, tehát szerinted az a gumicsont, aminek nincs objektív realitása. Hát azért az egy... Tehát mondjuk a halálbüntetés azért, csak azért... Várj, a halálbüntetés csak azért gumicsont szerinted, mert amíg az Európai Unió tagjai vagyunk, addig erről fölösleges beszélni, hiszen az uniós tagállam az uniós jogszabályoknak megfelelően úgysem vezethető. De az ellenkezője sem igaz, tehát hogy egyáltalán nem számít az, hogy valaminek van-e objektív lehetősége. Azért nem teljesen lényegtelen. Tehát először is tisztázzuk akkor, mi a gumicsont és mi a nem. Mert számomra már összefolyik. Mert figyelj, hogyha ha nincs lehetőség arra, hogy az oktatás... ha bármit tegyünk, akkor az is egy gumicsont, hogy már 20 éve pofázzák, hogy szar a magyar oktatás, hogy lezüllött, emlékszem az, mert lezüllött a Horthy rendszerhez képest, lezüllött a... Átteszem a közbeszédbe, mert ezt hallani, és most nem, tényleg nem trollkodásból. Lezüllött a... lezüllesztették a kommunisták.
akkor utána, amikor a rendszerváltás után, hát lezüllesztették a Kádár korszakban, akkor még volt bazd meg magyar felsőoktatás, igaz, hogy csomó embert nem vettek fel az egyetemre, meg kurva nehéz volt bekerülni, meg Kádár gyerekeket benyomtak, de mit tudom én, az oktatás az izé kurva magas színvonalú volt, rendszerváltás után eltömegesedtek a szakok, lezüllött. Akkor most megint azt, hogy a Fidesz kormány lezüllesztett. Bazd meg, hát már nem tudnak akkor írni és olvasni a diplomások, érted? Tehát folyamatosan azt hallom, de tényleg egész életemben folyamatosan azt hallom, hogy züllik a magyar oktatási rendszer. Tehát mondjuk, hol volt akkor ezek szerint, te Jézusom, és hova züllött most már le véglegesen? Tehát, szóval, érted, ez is egyfajta gumicsont. Én értem, hogy ez kurva értem, fontos. Az oktatás kibaszott, tanár vagyok egyrészt, meg gyerekem is van. Persze, hogy kurva fontos. De ezen a szinten, hogy inkább arról kéne beszélni, ez is, érted, így gumicson. Jó, ebben így igazad van. Hol nem, azt mondd meg nekem, Geri, azt mondd meg nekem, Geri, hogy mikortól nem lesz, mikortól kezdünk el valóságosan beszélni. És akkor itt merül föl először az, hogy kik beszélnek. Kik? A választópolgárok? Meg azt mondod, a szavazáson, akkor le kell döngölni azt a politikust, aki populista. Ehhez kell egy bizonyos fokú öntudat. Tehát egy olyan szavazópolgár kell, egy olyan szavazópolgár, aki bazd meg kibaszott öntudatosan szavaz, és ismeri a programokat. Jézusom, hány szavazó olvas programokat? De ez, még én se. De ezeket a szavazókat... Jó, én sokszor nem is szavazok. Ezeket a szavazókat nem lehet mint Kanadából importálni Magyarországra. Tehát ahhoz, hogy eljussunk ahhoz, hogy a szavazók nyilván maguk fogják eldönteni, hogy mit éreznek fontos kérdésnek, de szerintem X-nek a haját még gyenge pillanatukban sem érzi senki fontos kérdésnek. Tehát nem arról, a fasz nem. Arról lehet... tisztán emlékszem az első feleségemnek a rokonai. Ilyen egyszerű emberek voltak, és tényleg nem lenézés, én is első generációs értelmiségi vagyok, tehát bennem nincs meg ez a pökhendi elitizmus, mint a Puzsérban. Mármint, hogy te is azt úgy érted, hogy mint ők, és nem mint én. Ja, értem, mit érted. Általában én is az vagyok, tehát ezért nem arról van szó. De most és én tisztára, emlékszem, 90-es évek, ez meg a Horn-féle időszak, hát kurvára volt az, hogy az milyen jó, milyen szép ember, meg milyen szimpatikus ember, de hát mit mond? Hát az jó az maguknak, az a program. Hát de az a kedves ember, érted? De ez a frizura, bazd meg, ezt jelenti. Persze. Az, hogy frizura. Most érted, metaforikusan. Hát de érti mindenki. És akkor, hogyha ilyen alapon szavaznak, akkor nincs mit tenni, érted? A politikustól nem várhatod, hogy én a frizurám alapján bejutottam, de én valójában egy ilyen Jézus Krisztus-szerű, Gandhi-szerű figura vagyok, és a frizurám az csak egy eszköz ahhoz, de most, hogy itt vagyok, szétosztom a pénzem a szegényeknek, és a oktatásról fogok beszélni, és a valós problémákról. Hát egy csoda történne, bazd meg. De mondjuk nem tudom, mit... Tőle nem várhatod. A szavazópolgártól nem várhatod. Akkor ki a faszom kezdi el? Akkor marad az, hogy az aufklérista értelmiség egy része megint elkezd itt fölülről társadalommérnökösködni, és akkor azt mondja, hogy mi okosok majd megmondjuk, hogy mi a fontos probléma, és mi nem a frizura. Tehát azt nem látom, hogy hol van az a kezdeti pont, hol van az a kapaszkodó, hogy ezeken a közállapotokon javítani lehessen, olyan értelemben, hogy a fontos kérdésekről kezdjünk el beszélni, és ne pedig a gumicsontról, a bullshitről, a szarról, a bűmagyarkodástól, a frizurán át bármeddig, érted? Tehát, hogy hol van az a pont? Tehát ez hol kezdődik? Hol? Megpróbálok erre válaszolni. Először is, nem tudom, mit tartunk a demokrácia legtökéletesebb mintapéldányának, de mondjuk az Egyesült Államokban vagy Nyugat-Európa valamelyik nagyon fejlett országában sem az van, hogy az emberek csak nagyon fontos kérdések nyomán döntenek, ott is kőkeményen a frizura. A Puzsér pont a frizurát, azt pont egy amerikai példa. Így van. Pontosan azt mondom, a Kennedy nagyon jó példa, vagy rengeteg példa van. Ez az egyik, amit le kell szögezni. Tehát nem arról van szó, hogy majd eljutunk egy olyan Kánaán-szerű állapotba, vagy egy olyan idilli állapotba, mikor a szavazópolgárok egy végtelen nagy tudatossággal már tényleg csak a fontos dolgokra figyelve fognak dönteni, bárhogy is nézzen ki az adott politikus, bármilyen image tapadjon hozzá, stb. Picit, és nem szeretnélek megbántani, megvádolok téged is, és a Puzsért is azzal, hogy valamilyen értelemben az ő gondolatmenete és a te gondolatmeneted is egy kommunista agymosásnak az eredménye. A,
Az ő gondolatmenete azért, hogy kommunista... Én erre büszke vagyok, tehát most ez nem okay. probléma. A kommunista, tehát egyébként nyilván az államszocialista bolsevik értelemben értem. Még büszkébb. Oké, amely sztálinizmusból egy megalkuló kádárizmus. Ne fokozd, mert ilyen aura fog megjelenni. A Robi azt szopta be ebből a történetből ezek szerint, hogy kellenek ezek az ideológiák, ezek a komoly elvek. Te viszont azt... Nem ezt szoktam mondani egyébként, azt szoktam mondani, hogy most már 21. században már azt sem lehet mondani, hogy jobboldali, meg baloldali, meg liberális, kicsit ez, kicsit az, ilyen vegyes felvágottak alakultak. Jó, nem erre a részére utalok, hanem arra, hogy megváltani a világot. Arra, hogy megváltani a világot. Erre a részére utalok, hogy a múltat végképp eltörölni, és egy új rendszert felépíteni. Ebben a hitben, ebben a hitben osztozik. Tehát a dolognak a mintázata kommunista, abban az értelemben, hogy ilyen utópista, vagy egy ilyen... Neki azt mondták általánosban, és neked is, hogy az igazán nagy emberek a történelemben ilyeneket mondtak, és aztán valósítottak meg, mert az egész történelmet egy ilyen szemléleten keresztül vizsgálta a kommunista állam oktatási gépezete. A te részedről pedig azzal a váddal illetnélek, hogy azt hiszed el, hogy ez egy végletes, ez egy ilyen totális és sikeres történet. Erre mondtam a... Már micsoda? Bármilyen ilyen politikai mozgalom. Tehát azt kérdezted, hogy mikor jön el, vagy ki fogja kimondani, ilyeneket nem, kérdeztél. Nem, nem értetted, amit mondtam. Meg én... lehet, de hát ha a félreértés kapcsán... És az a baj, Geri, hogy most félre is megy, egy tök más irányba a témát. Oké, csak hagyj fejezzem be, és utána akkor reagálj, és igaz is kérlek ki, hogy miben értettelek félre. Erre mondtam azt a példát, hogy egyszer és mindenkorra végképp ki kéne azokat a kibaszott ruhákat mosni. És aki ezt hiszi, annak nincs fogalma a háztartás vezetéséről. Ugyanígy nem lehet egy országban sem eljutni arra a szintre, hogy azt mondjuk, hogy most egyszer és mindenkorra eljön az a pillanat, hogy az emberek nem a frizurákkal fognak foglalkozni, hanem a fontos dolgokkal. Ez egy permanens tevékenység, ugyanúgy, mint a szennyesnek a folyamatos kimosása. Tehát folyamatosan terelni kell a gondolatokat egy baráti beszélgetésben, egy színpadon vagy a rádióban abba az irányba, ami szerinted, a te véleményed szerint egy fontos kérdés. Ha szerinted az oktatás fontos, akkor arra, ha az oktatás unalmas és szerinted más fontos, akkor arra. Tehát nem fog eljönni az a pillanat, világos, hogy ez eldől, stb. És akkor bocs, hogy félreértettelek, kérlek, világos, hogy akkor térjünk erre vissza. Nem, tehát jó, értem, amit mondasz, de hogy mondjam, ez a relativizálás. De ez uncsi, tudom, ez hogy uncsi és relativizálás, de ez az élet, tehát ilyenekből áll. Ja, igen, tényleg. De tényleg ilyenekből. Hát és csak a forradalmárok vagy igen. A kamaszok hiszik azt, hogy egyszer megoldjuk ezeket végleg, igen. És rendet rakunk. Most igen, tehát ez tényleg olyan egyszer, pont a Puzsér kezdte ezt, hogy hát igen, a rabszolgaság, hát igen, valahogy így szüntették meg, hogy így, hát hogy a rabszolgaság van, de nem lehet azt úgyse, hát rabszolgaságban, hát nem forradalmár, kamaszos dolog felszabadítani a rabszolgákat, tehát majd mond a rádióba, tévébe, hogy az rossz dolog, hogy rabszolgaság van. Hát rabszolgaság van, jó. Hát, és mikor ért véget egyébként az a bizonyos rabszolgaság, érted? Amit említesz? Hát attól függ, hol. Brazíliában egész későn. Az Egyesült Államokban, jól tudom, 1865-ben. Tehát most már véget ért. Most már nincsenek rabszolgák. De vannak rabszolgák más formában máshol, de azt elérte a... Ja, tehát azt akarod mondani, hogy soha nem volt semmiféle fejlődés. Nem szemétmódon vitat alád vágni próbálok. De, hát igen, elég tisztességtelen a vita módszered. Tehát igen, abban az értelemben nincs. Tehát lehet, hogy van bazd meg rabszolgaság, de egészen más az, hogy a rabszolgaság egy illegitim, megbélyegzett intézmény, és egészen más az, hogy Európában az, de Afrikában nem az. Nálunk, bocsáss meg, Afrikában is az. Mindenütt? Hol van rabszolgaság? Államilag, tehát úgy, hogy jogilag, kodifikálva. Annak az embernek, aki konkrétan Szudánban ez a relativizálás. Konkrétan láttam, amikor elmesélték van, azt, én is tudom, Szudánban hány forintért adnak el egy van. Embert. Sőt, még albán gyereket is lehetett venni a 90-es években. Vettél? Én nem vettem, mondjuk.
Nem vettem, most már... Ez a baj! Most hát már, azért nem tetszik neki, ha vett volna. Most már bánom, mert ha csinos kislányt vettem volna, már felnőtt volna azóta. Igen, valóban. Miért a fiú akkor nem nőtt volna föl? Ez elég ijesztő. Heteroszexuális vagyok. Veled ellentétben, aki buzi vagy, tehát te nyilván várjá, fiút vettél várjá, volna. Várjál, hogyha szexeltem volna jó. Vele, az, abból azt következik, hogy nem nőtt volna föl. Úristen! Hát, te szexelsz vele, biztos nem nő föl, de mindegy. Tehát na, akkor örök kamasz térünk marad. Vissza. Érted, Geri? Ki szexelt a Puzsérral? Tehát így ne... Te, hát bazd meg, te azért ülsz itt. Kizárásos alapon. Azért ülsz itt, azért juthattál be ebbe a legbelsőbb körbe, okay. Ne viccelj. Én évente kétszer jövök, ennyit szeretnék mondani. Tehát évente kétszer. Rosszul szoptál. Na, visszatérve... Majd tanulok. Visszatérve, tehát azért nem jó ez az érvelés, figyelj, te is tudod, hogy csúsztatsz, bazd meg. Az a rossz, bazd meg, hogy okos csávó vagy, és tudod, hogy csúsztatsz. Tudod, hogy csúsztatsz. Tehát érted, ez a, hát most is van rabszolgaság, az mindig volt, mindig lesz. Most mondjál azt nekem, nem mond, érted? Szóval most érted, akkor arról beszéljünk, hogyha egy szisztéma rossz. Egyáltalán rossz-e vagy nem rossz, tehát itt kezdődik az egész. Rabszolgaság? Megint a KIH-hoz bazdnak. Nem, a liberális demokrácia mai állapota. Erről beszélgetünk, nem a rabszolgaságról. Ez egy más topik, majd máskor rabszolgaságról fogunk beszélgetni, de akkor bazdnak pornófilmeket is kell nézni, kötelező jellegben. És ha ez a szisztéma szar, akkor egyáltalán hármas kérdés, akkor kurva primitív már. Volt egyes és kettes? Szar-e a ja. Szisztéma maga, vagy nem? Ha szar, akkor miben szar? Hogyha tudjuk, hogy miben szar, akkor kell-e rajta változtatni, vagy nem? Ha kell rajta változtatni, akkor hogyan és kik változtatnak? Tehát ezen beszélgessünk, mert erről érdemes beszélni. Oké, okay. Értem, és próbálok kifejezetten erre a három kérdésre. Tehát a liberális reagálni. Demokrácia az jó-e, vagy nem? A liberális demokrácia abban, tehát sok mindenben nyilván eltérnek a különböző világrendek, vagy narratívák, vagy ideológiák. A liberális demokráciának az a egyik specialitása, Hogy bizonyos értelemben nem totalitárius, tehát nincs meg benne az, hogy én egy valamilyen módon leírom a világot, egy valamilyen módon működök, és az úgy lesz, és majd ez szépen elvezet a Kánoánba. Nyilván vannak vadhajtások, vannak emberek, akik azt hiszik, hogy majd a liberális demokráciának eljön egy olyan aranykora, mint amilyet a kommunisták a kommunizmusba, vagy a Szálasi, a nem tudom, hogy is hívta ő? Ungarizmusba. Felvázolt. De azért a liberális demokráciában sokkal kevésbé van meg ez az elem. És nem is nagyon hisszük el, hogy ez be fog következni. És ilyen értelemben, és itt reagálnék a kérdésedre, nem túlságosan vonzó azoknak, akik ezeket a kérdéseket teszik föl. Tehát bizonyos értelemben, és bocsánat, a kérdés feltevésbe kötök bele, ha tetszik, mert egy olyan világrendről beszélünk, amiben sok minden belefér, amit mi magunk választásokkal jó rosszul, inkább rosszul, de valahogy megvalósítunk. Oké, meggyőztél. Akkor ne is beszélgessünk tovább erről. Akkor van más téma. A könyvelő 4. Jó, tehát érted, bazd meg? Hát akkor nincs miről beszélni. Akkor nincs miről hát beszélni. Ez nagyon szomorú, hogyha a demokrácia kiírja a köldöknéző értelmiséget, érted? Hogy az hát ilyen értelmiségi szalonokba erről beszélgessen. Ez egy hát olyan, megszakad ez a szívem. Ez egy értelmiségi szalon. Tehát, könyörgöm. Ez ilyen műfaj. A demokráciától azt várjuk el, hogy... Nem énekelned kell, hanem erről beszélned. Ha most itt mondjuk 1915-ben beszélgetnénk, tehát 100 évvel ezelőtt, és még nem következett volna be a kommunista forradalom, vagy a bolsevik hatalomátvétel a leendő Szovjetunióban, akkor itt baromi jókat elvitatkozhatnánk a kommunizmusról. És lenne nekünk szerepünk. De mi most nem meg nem valósult dolgokról beszélgetünk. Igen. Az egy más kérdés, csak nehogy már az legyen víziók, valamilyen... Közös ügyek, hogy pártok helyett van ugye egy ilyen elképzelés, pártok helyett közös ügyek alapján interneten szerveződő közösségek. Ez megint egy ilyen puzsérizmus. Hát és tőlem nagyon távol áll. Tök mindegy, hogy tőled távol áll-e, bazd meg, vagy nem áll távol, most földobtam egy ilyen egy alternatíváját. Akkor vannak az anarchisták, meghatároztam a vitában mondják, az álláspontomat. Akik azt mondják, hogy akik azt mondják, hogy kis közösségek, alulról szerveződő ilyen baráti kis közösségek. Leszarom, hogy mi áll hozzád közel. Tehát az, hogy leszarod, az tőlem távol áll. A gondolat, érted? Figyelj!
Én akkor egyedül folytatom ezt, bazd meg, és a közönséggel fogok... Az, hogy egyedül folytatod, azt mondom, szintén távol áll. Szóval... Ne trollkodsz szét, ne trollkodsz szét. A trollkodás től hozzám közel. Tehát magyarán vissza... Elmész a büdös picsába, bazd meg. Tehát, én okay. Mindig azt hittem, hogy csak a Puzsér a köcsög, bazd meg. De hát az legalább, akkor legalább mond valamit. Hülyeséget ugyan, de mond. És karizmatikusan teszi, bazd meg. És nem, hát tőlem, távol áll. Hozzám ez közel áll. Ez meg távol áll. Monty Python ezt már elsütötte. Na, szóval térünk vissza. Tehát az, a szavazati jog és egyebek. Tehát választhasson-e mindenki, vagy nem? Vagy szavazhasson-e mindenki, vagy nem? Ugye erről kéne beszélgetnünk, mert ezt hirdettük meg, és ezt határoztuk el, hogy erről beszélgetünk. És van egy ilyen kritikája, hogy olyan ember ne szab a liberális demokráciának, hogy egy, kiüresedtek a pártok, kiüresedtek a szólamok, kiüresedett az ideológia, kiüresedett minden. Pedig régen tele volt, mindenféle csodálatos. Most már megint kezdesz trollkodni. De... Igen, régen tele volt, bazd meg. Csodálatos dolgokkal. Igen, hittek a kommunizmusba, hittek a fasizmusba, és meghaltak érte a hősök, és én azt sírom vissza, bazd meg. Még német katonai zubbony is van rajta. Örülök, hogy ezt kimondod. Sajnos, Bundeswehr és nem Wehrmacht, ami jobban esne. Na, mi van ott? És? Egyenlő esélye. Nagyszerű. Vujic Rütko. Bemutatom, Vujic Rütko. Az a baj, hogy ezt az időt arra is lehetne szállni, hogy rákos kislányokon segítsünk. Lehetőleg kosárlabda pattogtatása. Megy ez neked. A feleségem Zsolnai Gyöngyi. Egyszer szervezett egy 240 órás kosár... Igen. Bocsi, parancsolj. Tehát, hogy a... Igen, valóban, tényleg azt a pénzt, amit a választásokra költenek, az a lélegeztető gépet is vehetnének a parlamentbe. Vagy ugyanezeket a lélegeztető gépre... És rákötni azt a sok gecit, bazd meg, a lélegeztető. Vagy a lélegeztető gépre szoruló... Isten bizony, én magam fizetnék. Bocsánat, bele. Vagy a lélegeztető gépre szoruló csecsemeket le is dobhatnák a Tajgetoszról. Tehát azért lássuk, hogy itt azért kétféle irányba is tudunk menni. Ne, maradjunk ezen, maradjunk a témánknál, hogyha nem derogál nagyon. Szerintem azt tehát, próbáltam tenni, hogy kicsi ironikus. Nem, mondani. Hát rossz volt. Lényeg az tehát... Eszik, zabálják. Szerintem kurvára nem. A lényeg, hogy a válság, nézd, valamit azért mégiscsak éreznek az emberek. Tehát ezt, hogy valahogy ez úgy nem jó, vagy nem működik, valami ilyen van azért a levegőben. Lehet, hogy te erre azt mondod, hogy túl nagyok az illúziók, igen. És régen sem működött, sosem működött, mindig szar volt, és az emberek mindig pofáztak. De én azt nem mondtam, hogy mindig szar volt, értem, hanem sosem volt az az állapot, és sosem ígérte meg szerintem őszintén senki azt De hogyha nincs kritikája a mindig fennálló állapotnak, legyen az szar, szarabb, vagy még szarabb, vagy közepesen szar, vagy akár elviselhető, de mégis szar, tehát, hogyha nincs kritikája a fennálló állapotnak, akkor az még rosszabb, tudod? Akkor berohad az egész. Oké, mit szólsz hozzá, hogy most akkor váltsunk egyet, mert szerintem a közönség egy ideig szórakoztatónak, azonban most már talán fájdalmasnak találja, hogy sajtreszelővel rejszolunk itt folyamatosan. Mit szólsz hozzá, hogy akkor próbálok fölcsatlakozni a te álláspontodra egy olyan módon, hogy én tudom úgy látni a világot, a történelmet mondjuk felosztom önkényesen három szakaszra, adok egy narratívát, hogy mondjuk volt az a szakasz, amikor különböző fölülről levezetett, akár legyen az uralkodó, származás, Isten, vallás, stb. Ezekből adódott a hatalom. Ezért van most egy nosztalgia például Kelet-Európában. Majd jött egy olyan szakasz, lehet, hogy négy részre fogom osztani, bocsánat, amelyikben a pénz volt az, tehát ami helyettesítette az Istent, vagy a származást. Hát ez a van pénz most, volt, ez a pénzarisztokrácia című történet. Aztán jött az ideológia, lehet, hogy most a sorrend az... Tök mindegy. Nem fontos mindegy. A sorrend, ne arra hegyezzük ki. Tehát volt, amikor az ideológia, az ideológiai megalapozottság, háttér, stb. Bocsánat. Isten büntetése. Igen.
most akartam a kommunistákat szívni, és kommunisták megátkoztak. Tehát például a kommunisták azok remekül felhasználták az ideológiát arra, hogy ugyanazt a privát hatalmat kiépítsék, mint előtte mások születési arisztokrácia vagy pénz segítségével. Lásd, mennyire hasonlóan tudtak viselkedni egyes kommunista arisztokraták, mint előtte születési vagy pénzarisztokraták. És most szerintem eljutottunk egy egész speciális helyzetbe, és igen, ezért jogos mindenféle kritika, amikor már a hatalom forrása. Tehát arra gondolok, hogy a mostani politikusok alapvetően persze használják a pénzt, adott esetben használják a születési előjogokat, vagy az ideológiát is, talán a pénzt leginkább, de alapvetően a hatalom az, ami a hatalmat meghatározza. Tehát amikor van egy amerikai elnök jelölt, akkor persze valószínűleg gazdag családból származik, de nem is fontos, hogy ő maga gazdag családból származon, hanem mögötte álljon egy hatalmas nagy hatalmi gépezet, aki az ő hatalmát újra teremti, amely majd megint újra teremti ezt a hatalmat. És ezt igenis, én ezt problémának tartom, és érdemes megtörni. Tehát, hogyha ebből az irányból indítjuk a beszélgetést, még a végén akár egyet is értetünk, bár kicsit félek, hogy most ezzel nem értesz egyet. Nem, bonyolított. Térjünk vissza. Szavazhat-e mindenki, vagy nem? És akkor én átadnám a szót, itt a közönség soraiba ül egy fiatalember, mert már nagyon unlak téged, Geri. Van egy ilyen, hogy is mondjam, egy lap, vagy mozgalom, vagy Facebook oldal, vagy indul majd lapként, az a cím, hogy Troll Demokrácia. Én azért... implikáltam be itt ebbe a műsorba, mert hát egyrészt, mert a csávó ide jár, és ilyen kapóra jött, másrészt nagyon olyan dolgokat mondanak, amit a Puzsér szokott mondani, harmadrészt pedig ezek a dolgok, amit mondanak és írnak, és amit a Puzsér is szokott mondani és írni, az szerintem szimptomatikus. Én nem azt mondtam, hogy én ezzel egyetértek, érted? Én nem a saját álláspontomat képviseltem most, nekem egyébként ebben nincs álláspontom, mert pro és kontra vannak érvek, és remélem ezek majd fel fognak merülni, hanem mert ez a fajta kritika jelenlegi fennálló itt Magyarországon, aztán majd aki nagyon művelt, meg nagyon okos, meg rendszeresen olvas mondjuk nyugati sajtót, akkor az majd eldönti, hogy ez világszerte érvényes-e, maradjunk a magyar viszonyoknál, itt Magyarországon valami nem jó működik, van egy kurva nagy kiábrándultság ezzel az egész rendszerváltás óta meglévő szisztémával szembe. Ennek a fajta kiábrándultságnak az egyik tünete az, hogy a Jobbik ennyi százalékon van, ennek a tünete az a Fidesz kétharmada, meg az ilyen Orbáni illiberális demokrácia, meg mit tudom én, tehát ezek a dolgok. A Fidesz kétharmada és szerintem nem ennek a tünete. Egyébként, jó, akkor a Fidesz kétharmada nem ennek a tünete, rendben van, ne legyen ennek a tünete, de mindegy, van egy ilyen kiábrándultság, lehet, hogy te nem érzékeled, meg te jól vagy. Érzékelem, a többiben egyetértek. Lehet tudod képzelni, hogy egy csomó mindenben egyetértek, és egyben. És ezért indítottak valamilyen mozgalomszerű akármit, ami... Gyere már föl, itt van egy mikrofon, hozz egy széket. Széket hozzál, és fogunk téged kérdezni, de mielőtt a Geri kérdezne előtte, azért mondd el, hogy mit csináltok ti, meg miért kellett nekem lájkolni az oldalatokat, meg... Nem tudom, elfelejtettem. Szerintem igen, de... Én biztos. Sziasztok. Nem, mert nekem nincs Facebook. Valami. A mikrofon. Most? Nem. Most? Adom. Most jó, ugye? Na, szóval amért létrejött az ugye... Hogy hívnak? Kővári Endre. Na, sziasztok. Na, bolyik eddig igyekeztünk volna megőrizni az anonimitást, mert... Kővári! Mert Ivel vagy Y-nak? Ivel, nem vagyok nemesi származású. Na. Magyarosított név külön. Ja, ilyen zsidó, askenázi, meg ilyesmi, nem? De mindenképpen, de mondd először el, hogy mi a... Jó. Tehát nekem volt alapvetően egy nagyon rossz gondolkodásom, hogy akik nem járnak szavazni, kiábrándultak, azok miért nem mennek, hogy képzelik ezt, és utána milyen jogalapjuk van 4 évig mondjuk arról dumálni, hogy minden szar, minden el van kurva. Tehát volt egy ilyen álláspontom, amikor 19-20 éves koromig, és ezt fölül kellett bíráljam, hogy igazából ezek az emberek, ezek nem ilyen esetleges nem szavazók, vagy ilyen trehányok, vagy politikailag inaktívak, hanem ezek tudatos nem szavazók zömében, akik azt szavazzák, hogy nem szavaznak, és ezzel mondják meg a véleményüket az egész rendszerről, illetve a politikai elitről.
mert egyre több ilyen emberrel találkoztam, akik kimondottan konkrét ért. Mozgalom is volt erre, hogy rajzolj valamit a izére. Igen, igen, jó, csak ezzel azért sok kellett mindent... kellett rárajzolni? Igen, de olyan is volt, hogy még Dárdai párt kellett megszavazni, ugye, amikor még a Trollfoc is ilyen akció volt, hogy legyen szövetségi kapitány. Tehát ez sikerült. Azt én is egyszer rájuk rászavaztam, úgyhogy az jó volt az akció, igen. Szóval egyre több ilyen értelmes emberrel találkoztam, és muszáj volt átértékelnem a gondolkodásomat, hogy elképzelhető, hogy nem ők a szarok, hanem a rendszer szar egész egyszerűen, és itt van nagyságrendileg egy 50%-nyi... Miért szar a rendszer? Hát most azért gondolkodjunk el azon, hogy van nagyjából 50%-nyi ember, most ez szokott változni, meg kampányfüggően is, hogy mennyire hergelik be őket egymás ellen, van nagyságrendileg 50%-nyi olyan ember, aki egyszerűen nem akar szavazni, és aki végül elmegy mondjuk egy 50-60% szavazni, annak is szerintem egy 20-30% az olyan, aki úgymond megerőszakolja saját magát, és ugye ismerjük ezt a mondatot, hogy a kisebbik szarra szavaztam. És ez alapján szavaznak. A magyar foci az szerinted sem túl jó, ugye? Nem, de nem álltam, hogy értek hozzá. Oké, nem is, tehát ennyit azért szerintem, hogy nagyjából mindenki tud, hogy nem túl jó. A szabályai azok megegyeznek egyébként a nemzetközi futball szabályaival. A nemzetközi foci az mondjuk olyan jó, hogy a Robi elutazott megnézni Rómába a Juventust. Uh-huh. Jó, hát lehet, érted, hogy mire gondolok hasonlatként? Lehet, hogy mint a demokrácia, mondjuk, mint utópia. Szerintem amúgy ez kezdjük ott, hogy szerintem a szarok demokrácia... Szarok a magyar focisták és szarok a magyar politikusok, de nem szar a foci és a demokrácia szabályrendszer, ezt mondtam. Igen, tehát mondjuk az utópia... szinten a demokrácia működőképes, és valahol nagyon közel lehet ehhez az utopisztikus dologhoz, hogy működőképes legyen, valahol egész jól működik, valahol meg szarul, és úgy, ahogy a focinál mondjuk ellopják a pénzt a fociból, és nincs meg a szakértelem úgy. Akkor nem való a demokrácia, azt mondod? De való lenne, csak nem ezzel a politikai garnitúrával feltétlenül. Na, és igazából, tehát itt már nem is, hogy a politikai elittel van szerintem a baj, hanem a maga a rendszer, amit mi saját magunk így magyar demokráciának hívunk, így az valami olyan szinten elkorcsosult, hogy ez egy 22-es csapdája, és nem tud már egyszerűen csak olyan pártokat kitermelni, amiket látunk. És idefele gondolkodtam ezen a metrón, hogy ez nagyjából így elő fog jönni. Ez így a négyes metrón? Nem, a hármas. Na, az még rosszabb. Túléltem. Tehát gondolkodtam ezen, hogy így pár mondatban hogyan tudnám összefoglalni, mert valószínűleg ez így rendszer szintű problémaként elő fog jönni, hogy nekünk most miért rossz ez a demokráciánk. És szeretek amúgy hasonlatokkal operálni, és az jutott eszembe, hogy képzeljetek el egy ilyen keretrendszert, egy ilyen téglalapot, ez jelképezheti az országunkat, a demokráciánkat, ilyesmit. Ezt mondjuk még így térben mélyítsük le, tehát egy ilyen úszómedence-szerűséget képzeljetek el, és ezt föltöltöttük vízzel, ez jelképezi ez a víz, ezt a rendszert, ezt a közeget, amiben mi így mozgunk, meg ez így a politikai berendezkedés, államberendezkedés, ebben mindent képzeljetek bele. És ebben így úszkálnak ilyen emberszerűségek, ezek az eddigi pártok, de ezeket az embereket már úgy képzeljétek el, hogy így egy ilyen visszafele evolúció elindult bennük, és már a végtagjaik így átalakultak ilyen kis uszonyokká, úszókká, és akkor ők ott ebbe így mozognak. Ezek a versenyzők, úgymond ezek a mai pártok. És akkor mondjuk megjelenik egy új formáció, aki így logikusan, filozófikusan végig gondolja, hogy jó, én odaállok a rajtkőhöz, de igazából itt maga a cél az lenne, hogy ezt a 100 métert teljesítsem. Itt meg a 100 méteren értsétek azt, hogy nem tudom, növekedjen a GDP, több munkahely legyen, több fizetés. És így filozófikusan elképzeli, hogy basszus, ezt a 100 métert sokkal könnyebb lenne futva teljesíteni. És akkor mindenki igazat ad neki. De basszus, ez a keretrendszer. Nem tudok futni a vizen, muszáj lesz úsznom a vízben. És akkor azt mondja, hogy jó gyerekek, én elkezdek úszni, de azért, hogy aztán a végén, vagy nem tudom, leengedjük a medencét, és ugyanezt a távot futva teljesíthessem. És az a lényeg, hogy mivel már ott gyakorló ilyen átalakult ilyen kétéltük, vagy halak úszkálnak, ahhoz, hogy őket leverje,
őnek is elkezdenek átalakulni mondjuk a végtagjai, és mire eljuthatna odáig, hogy leereszti a medencét, addig azt veszi észre, hogy már ő is kopoltyúval lélegzik, őnek is uszonyai vannak, és már kurvára nem lesz érdeke leereszteni ezt a medencét. Analitikusan ki lehetne a metaforádat elemezni, hogy milyen perverz, ilyen embriológiai fantáziái és az lenne a lényeg, hogy így ne legyünk vizesek, meg hogy így ne kezdjünk el átalakulni, meg úszkálni, hanem fölülről valami olyan társadalmi... Vizen járni, mint Krisztus. Igen, valami olyan társadalmi szívóhatás fölülről létrehozni, hogy kiszivattyúzzuk a vizet, és akkor és még hagyjuk is kiszáradni ezt a medencét. A társadalmi hogy... szopóhatás, és a szopóvalóságot társadalmi szívóhatásra. Igen, tehát én ebben látom a célt, hogy nem, mert ahogy elkezdünk ezek szerint a játékszabályok szerint játszani, akkor nézzetek meg egy Jobbikot, nézzetek meg egy LMP-t, tehát teljesen jellegtelen jellemtelen. Bár a Jobbikról csak annyit mesélj még, hogy te alapítótagja voltál? Dehogy voltam alapítótagja, nem részt vettem. Majd leszel, ha hatalomra kerülnek, akkor leszel. Nem, részt vettem benne egy pár évig, de elég jó tapasztalat volt, de igazából... És miért mentél a Jobbikba? Nem volt elég náci. Nem, tehát nem igazából... Meg nem. Tudom ezt érteni. Most minden... Várjál, bocsánat, csak az annyira jó volt az a medences hasonlat, hogy térjünk vissza a Jobbikra is, meg hogy miért náci, vagy nem náci, vagy elég náci, vagy jobban is lehetne náci. Csak picit beszéljünk szerintem még erről a medences dologról. Ez tök jó volt az a hasonlat. Sokkal primitívebb, de ezzel összefüggő, hát hasonlatnak nem nevezünk, történetem van nekem arról, hogy hogyan fejlődik ki a magyar politikus, és nagyon-nagyon össze fog vágni. Szerintem a magyar politikában alapvetően két típusú ember kerül be. Az egyik, aki eleve gazember, és azért megy be, hogy pénzt, hatalmat, nőt, kokaint szerezzen. Tehát ilyen hagyó Miklós. Egyébként pont ezt akartam a végén kihozni, és akkor figyeljétek ilyen szemben, hogy ki az, aki inkább. Én a hagyó Miklós tartom az archetípusának, aki úgy ment le a 12. kerületi MSZP tagszervezethez, hogy megmondta, hogy ő egy gazdag ember, és ő itt akar valamit. És aztán láttuk, hogy mi lett belőle. A másik típus, aki fiatal, csillogó tekintetű, a te példádnál maradva még végtagokkal rendelkezik, még gyomorral is rendelkezik, mert azt mondom, hogy a gyomor az, ami eltűnik például az evolúciós fejlődés során, és hisz ebbe a dologban. Na most vele kétféle dolog történt. Tehát az elsővel mi történik, azt nagyjából el tudjuk képzelni, de ezzel a csillogó, csillagszemű juhásszal mi történhet? Kétféle dolog történhet szerintem. Az egyik az, hogy először lesz helyi pártszervezetben aktivista, majd kis helyi pártszervezetet vezet, majd önkormányzati képviselő lesz valami kisebb kerületi valaminél, aztán, és így megy tovább a ranglétrán, akár eljuthat az államtitkárságig is, vagy nem tudom eddig, és mindezek során egy folyamatos szelekciónak vetik őt alá, egy evolúció, egy gyorsított, mesterséges szelekciónak, ugye az evolúció elméletének kitalálásában is. Revolúció. Sokat segített, amikor látták a fajtáknak a mesterséges szelekcióját, mondjuk kutyafajták, stb. Átválogatják őt, és vagy egy ponton kifordul a gyomra, és azt mondja, hogy ebből nekem elég. Ha mondjuk végignézitek például a Szabad Kezdeményezések hálózatát, vagy hogy is hívták az SZDSZ elődjét, vagy a SZETA, SZDSZ, stb. A történetét, akkor voltak, akik így indultak, egész sokáig még egy ideig van egyfajta lojalitás, stb. És végül kifordul a gyomra, kihányja az összes belét, és elhagyja a politikát, és soha többé nem hallok róla. Igen, főleg azért, mert nincs igazából olyan politikai formáció, ami meg tudja őrizni ugyanazt az arcát az induláskor, mire egyáltalán oda eljuthat, hogy befut, addigra biztos, hogy átváltozik 26-szor. Tehát például most, ha a Jobbiknál maradunk, ott is most egy ilyen hatalmas fordulat van, most ez valakinek tetszik, valakinek nem, és az a nagyon durva jelenség. Az is egy árulás. Ahogy a SZETÁ-t elárulta az SZDSZ, úgy árulja el a 64 vármegye mozgalmat a Jobbik. Hát mondjuk ez nem igaz szerintem, mert provokatív volt a kérdés. Na, csak hagyd mondjam a második evolúciós utat, és az, amit te leírtál. Tulajdonképpen pontosan az, amit te leírtál, hogy folyamatosan elkezdi magát, nem pszichopataként ment oda, de pszichopatává nevelni. Tehát, hogy gyakorlatilag van, aki pszichopataként megy oda, de ő, a második típus, elkezdi magát pszichopataként nevelni, és például maradnék az SZDSZ-es példánál, tökre látjuk azokat az arcokat, akikről én esküszöm, hogy elhiszem, hogy nem azért ment oda, hogy hatalmat szerezzen, nem azért ment oda, hidd benne, de szépen lassan nevelte magát. Mondjuk, nem ismerem a Demszky Gábort, nem tudom, hogy mi volt az ő indítatása, amikor demokratikus ellenzék tagja volt, és kiverték az összes fogát, nem tudom.
De az biztos, hogy ő rakta ki a traktorral behajtani tilos című undorító, a legantidemokratikusabb táblák egyikét, ha lehet, hogy közlekedés tábla a legantidemokratikusabb. Tehát, hogy igen, nagyon én is ezt a folyamatot látom, hogy gyakorlatilag ez a tenyésztő medencébe dobják ezeket a politikusokat, és vagy kiveti magából őket, esetleg konkrétan öngyilkosok lesznek, hogy belefulladnak a vízbe, a 60 centis vízbe, vagy eleve valójában lábak nélkül mentek oda, és egy speciális vízben élő fajta, de ez, nevezzük inkább ezt a vizet takonynak, vagy nem is tudom minek, tehát a víz az azért elég a tisztaság, meg egy csomó transzcendens dolognak a jelképe, tehát a víz majdnem tökéletes hasonló, de takonyban úsznak ezek az élőlények. Vagy pedig fokozatosan azzá neveli magát. Az éhes szellemek, a préták a buddhista mitológiában úsznak egyébként takonyba. Genny, ürülék, vizelet és takony folyóban, meg tavakban ebből úsztának. Lehetne egy metalik album. És azt eszik meg, isszák, tehát hogy ráhibáztál valamire. Na? Talán véletlenül. Jó. Talán. Szóval visszatérve, hogyha megengeditek, azért jött létre ugye ez a Facebook oldal, egyenlőre ennyi, hogy ezeknek a kiábrándult embereknek, akik nagyságrendileg 50%-nyian vannak, plusz ennek a 20-30%-nak is akár, aki kényszerből aki, szavaz. Igen, így megerőszakolja magát, mert valamiért kötelességenek érzi, hogy neki muszáj állampolgári kötelessége. Tehát, hogy nem az a beteges, hogy valaki mikor, lelkesedésből de, szavaz? De tudod, mikor lenne igazságos? Akkor lenne igazságos mindenkitől elvárni, hogy elmenjen szavazni, hogyha ott lenne egy olyan rubrika a szavazólapon, hogy egyik sem, vagy kapja be a rendszer, vagy valami ilyesmi. És akkor mi akkor történne? Lehet, tehát mondjuk akkor azért ért, mert így ugye rá lehet fogni, hogy hát így nem volt kedve, vagy fiatalok berúgtak. De és akkor nem mentek el. Elmegy és 70%-ig beixeli a rubrikádat, akkor mi van? És beixeli, hogy egyik sem, vagy kapja be rendszer, akkor azért lehet, hogy már elgondolkodnánk, mert így el van... Igen. De igen, nem, szerintem akkor az egész országnak el kellene gondolkodni, mert így el van sumákolva, vagy nem ment el 50%, már mondom, a fiatalok berúgtak szombaton, és vasárnap nem mentek el, meg amúgy is, buták, hülyék, nem érdekli őket a politika, akkor ne is vegyenek benne részt. Ez egész el van így sikkasztva ez a dolog, és szerintem egész más van a háttérben, másért nem mennek el az emberek szavazni, de ha ennek írásos vagy X-elt nyoma lenne, hogy ez így megtörtént, és 90%-os a részvétel, és 70% azt mondta, hogy ezt így ne, akkor el lehetne gondolkodni, hogy így ez az egész lehet, hogy szól. Elgondolkodni most is el lehet. Igen, én félek, akkor... hogy a politikusnak ez nem lenne elegendő. Hát akkor... hát a politikus az egy szóból ért a hatalom ma kapcsolatos ostor, vagy korbács, esetleg mézes madzagból. De ez nem lenne elég ostor, akkor az még azt jelentené, mondjuk akkor bonhatunk neki következményeket, hogy akkor az összes mondjon le, akkor ezek a pártok, ezek szűnjenek jó, meg, és akkor jöhet mondod, egy hogy 50 százal, vagy valami. Azt mondod, hogy 50%-ot meghaladja az egyéb kurva anyátok rovat, akkor mindenki elveszíti automatikusan a mandátumát, na az mondjuk már valami. Tehát csak azt mondom, hogy rendelni kéne ehhez valamilyen konkrét következményt. Ez már a következő lépés, tehát most nem fogom tegyük azt mondani, tehát hogy ebbe én sok segítséget várok akárkitől, aki oda jön hozzánk, hogy mi legyen az alternatíva. Tehát én igazából abban látom most a lehetőséget, hogy adott esetben ez a kezdeményezés, ez kinőheti magát oda, hogy ez legyen az opció arra, hogy egyik sem. És ez nem azt jelenti, hogy utána, most már így indítottuk el az oldalt, hogy utána a troll demokrácia párt fogja uralni az országot, hogyha megkaptuk, és itt nem tudom, diktatúra lesz, és feloszlatunk minden pártot, amit amúgy most a jelenlegi felhozatalt nézve nagyon szívesen meg is tennénk. Nem azt jelenti, hanem mondjuk ez lehetne egy alap arra, hogy mondjuk normálisan kultúrált körülmények között egy rendszerváltás végbe menjen, mert pont, hogy a Robi szokta ugye mondani, hogy azért nem volt itt rendszerváltás, mert elsikasztottuk a rendszerváltást, mert nem fizettünk érte, és szerintem ugye ez többször hangsúlyozta, hogy vérrel kell fizetni egy ilyen rendszerváltásért. Más vérével lehetőleg. Lehetőleg másnak a vérével. És én itt most látok, mert mondom, hogy nem ennek indult, hanem egy ilyen dühöngőnek, gőzleresztőnek, vagy hogy akik így azért ki vannak ábrándulva, azoknak legyen egy ilyen közössége, ne csak így a levegőbe lógjanak, és jól elszórakozzunk így nyomorunkba, iróniával, görbetükröt tartva elszórakozzunk. Hogy ez valami pozitív, tehát általában az szokott történni, hogy emberek elkezdenek komoly szándékkal dolgokat, és dühöngővé silányul. A te esetedben viszont azt mondod, hogy dühöngőnek indultatok, de megszületett az igény, hogy oké, szép, hogy elmondtuk, hogy mindegyik szar, de most már akkor ki is kéne gondolni valamit. Hadd kérdezzek valamit arról, hogy mi lehet ez a valami.
mert én nem tudom feltétlenül, és látom, hogy ez nem egyértelmű, és ez már önmagában szimpatikus, hogy nem egyértelmű, hogy mi az a valami. De hogy ezen nem mi megyünk először keresztül. Én konkrétan mérnök vagyok, azon belül is üzemeltetek. Most nálunk a kísérletezésnek semmiféle terepe nincs, és ha egy kolléga kísérletezni kezdene, az a legrosszabb körülbelül, amit tehet. Megnézzük először is, hogy mik erre mondjuk a bevett iparági szokások. Hogyan csinálja más, aki hasonló helyzetben van. Majd, ha esetleg annyira új dolgokba vágunk bele, akkor megnézzük, hogy azok, akik a kutatásban vannak, akik előre szaladnak egy kicsit, azok mit javasolnak. De legjobb, ha meg tudunk nézni működő példákat, és a saját működő rendszereinkből kiindulva, más működő példákat hozzáéve, hozzávetjük. Szerintem a demokrácia vagy egy ország éppen elég érzékeny rendszer ahhoz, hogy ne vad ötleteket, nem is mondtam, hogy azt akarsz mondani, ne vad ötleteket hozzunk elő, hanem nézzük meg, vagy mit gondolsz, hogy más országban hogy van ez, máshogy van-e? Jó, igazából a demokráciával nincs baj, tehát mondtam, hogy ez szerintem egy utópia, amit csak így lehet közelítgetni, de nem tud megvalósulni. És még akkor haladjunk közelebb a demokráciához. Tehát, és akkor itt szó volt a szavazati jogról, akkor arra visszacsatolnék. Tehát mi mindenféleképpen akár három darab cenzust is bevezetnénk. Az egyik az például... Vagyoni. Csak a gazdagok. Igen, tehát amúgy van ilyen vélekedés, ugye, hogy hát az nem korrumpálható, az való politikusnak, milyen hát gyurcsányok, persze, hogy akkor ugye... Tehát gazdag valaki, az már nem korrumpálható, mert ugye van pénze. Ugye ezt látjuk a világ történelemben, hogy aki gazdag ember, az már tiszta. Hát én már gazdag vagyok, kérem, nekem már több nem kell. Hát ezt tisztára tudjuk, hogy ez így magát van. A pénzben. Hát persze. Hogy mindenki értsen, hogy miről beszélünk. Csodálatos. És aztán vissza... Az, aki egyébként ezt kitalálta. Nem is a gazdag emberrel van a baj, az olyan, amilyen. Aki ezt az ideológiát kitalálta, azt fejjel lefele kéne fellógatni, elevenen megnyúzni, és aztán sót tenni a nyúzott helyre. De gondolkozhatok a karóba húzáson is, tehát az a típusú karóba húzás, amikor mondjuk még egy napig él, az ügyes hóhér azt úgy meg tudta csinálni, hogy még úgy éldegéljen egy napig, tehát nekem mondjuk ilyen vágyfantáziáim vannak az ilyen ideológusokkal kapcsolatban. Reagálnék erre, és aztán erre is visszaadnám a szót. A vagyoni cenzus az inkább úgy szokott szerintem fölmerülni, hogy aki többet bizonyított, mert egyfajta sikeresség mérce a kapitalizmusban, hogy valaki sikeres lett, több pénze lett, az nyilván kompetensebb hozzászólni a dolgokhoz. Tehát ez egy... Van egy másik érv, nekem még a rendszerváltáskor fejtegette egy köcsög a akkori munkahelyemen, hogy miért volt jó a vagyoni cenzus a monarchia alatt, mert ugye volt egy ilyen, tehát azok választottak, azoknak volt választójoguk, mert hogy nekik van vagyonuk, tehát van felelősségérzetük. Hasonló. Nem csak a sikerességnek csak a kompetencia, az a másik, igen, az a nyugati, igen, az amerikai. Igen, igen. Tehát, hogy a sikeresség kompetencia, a másik pedig a felelősségérzeteknek nincs semmi, hát ez bazd meg, hát ez arra szavazok, éppen fizetnek ki, vittem egy fröccsöt, és akkor szavazok. Tehát csak az szavazhasson, akinek van vagyona. És ez akkor... az egyik cenzus. Akkor mi a másik cenzus? Na, most a Puzsér cenzushoz csak, is jussunk. Hármat szeretne a kolléga mondani, csak annyi, hogy mi az a cenzus, egyáltalán ezt nem mondtuk ki, csak annyi, hát, hogy valakitől hogy korlátozzuk valamilyen elszerint. Valamilyen alapon korlátoznánk valamilyen a szavazatjogot. Nálunk három van, de még egy mondatot elé beékelnék, hogy ebben mi viszont baromira egyetértünk a Puzsérral, amit én addig csak ilyen két-három mondatba tudtam körülírni, de volt egy előadás, akkor nagyon jól megfogalmazta, hogy az a helyzet Magyarországon, hogy ilyen 40%-nyi szalacsik, pártvéderek, legyen tánc, univerzális balhék, stb. Emberek, és ugye nagyon szereti a szoci, meg pszichopatákat, hogy egy 5%-nyi, pszichopata, meg ez a 40%-nyi szalacsi, ezt tartja így fogságban, harapófogóban igazából a társadalomnak a normális részét, mert ezek azok az emberek, akiket egy lejárt konzervvel, rizssel, három hangzatos mondattal meg lehet venni, vagy 500 forinttal, és akkor elmennek, és ezek az emberek működtetik most ezt a demokráciát. Ez egyébként biztos, hogy igaz? Tehát nem csak becsapjuk magunkat, amikor ezt gondoljuk? Nem tök értelmes emberek szavaznak nagy részt ezekre a tök értelmetlen pártokra? Szerintem a nem szavazók között sokkal
több az értelmes ember. Mondjuk ilyen szerintem felmérés nem, nincs, de nyilván csak de, vélemény, szerintem nem. De szerintem nagyon sokan meg, akik szavaznak, azok szerintem megerőszakolják magukat, és legszívesebben az nem... Lehet, azt elfogadom, de azt abszolút elfogadom, hogy az igazán értelmes ember nem párt hív, ám ez meg a másik. Szabadcsik nem szavaznak, szerintem. Nagy részt a szabadcsik nem ez szavaznak. Ez meg a másik, hogy mi is amúgy így a pártkatonaságot azt nagyon szívesen felszámolnám. Na mi az a három cenzus, amit javasoltam? Tehát, hogy ugye végzettség alapján itt nem kell nagyra gondolni, tehát mondjuk egy 8 általános, vagy legyünk megengedőek, és mondjuk 4 általános, tehát ugye el tudja olvasni. Hány embernek nincs meg a 4 általános, aki most szavaz? Hú, szerintem azért van bőven. Nagyon sok ember szavaz 4 általánosnak, kevesebben? El tudom képzelni. Meggyőződésem, hogy nagyon kevés ember. De mondjuk a 8 általánosnak a cél kitűzésű. Szerintem azért van bőven. Jó, ez egy. Akkor a második az mondjuk valami műveltségi tesztsor, hogy nem itt tudom én, mi az államformánk. Ha Caravaggiót nem ismeri, nem szavazhat, az meg. Tehát az nem, azért... nem, tehát ilyesmire Andy gondoljál, Warholt, hogy, mondjuk, hogy ki a köztársasági elnök. Ha Erdát nem idézi, akkor mehet a picsába. Tehát ez a... Jó, tehát ilyen egyszerű dolgokra, hogy milyen pártok indulnak, mondjuk így három, vagy ki a köztársasági elnök, mi az államformánk, meg még ilyen általános műveltségi dolgok, hogy kompetens legyen egyáltalán abban, hogy részt vegyen ebben a folyamatban. És akkor a harmadik lehetne valamiféle ilyen intelligencia cenzus. Értelmi cenzus. Hát lehet most intelligencia tesz, hogy merre forog a fogaskerék, tudod ez a izé. Én azt például sose tudtam. Jó, figyelj azért. Nem ebből... szavazhatok, bazd meg. Nem. Tehát ez a, hogy melyik a, erre forog, az arra forog, mi a faszom? Tehát ezt azért így ne sarkítsd ki, mert mondjuk ha csak az IQ-tesztnél maradunk, de még azért azt is lehetne egy picit cifrázni, akkor is az teljesen nyilvánvaló, hogy akinek mondjuk 70 alatt van az IQ-ja, azt így jó eséllyel értelmi fogyatékosnak nyilvánítják, és lehet, hogy te nem tudnád, hogy merre forog a kerék, de akkor se lenne 70 az IQ-d. Az átlag az, 50. Mint tudom én, ilyen, ja, és akkor már lehet, hogy ilyen növény vagy majdnem. De... a rendőrnél tudod ez a, hogy sikerült az intelligencia teszt, kurva jó, negatív. Na, szóval ez lenne a harmadik, hogy valamiféle intelligencia teszt, tehát azért tényleg ne értem, mert nagyon sok ember van, aki szerintem már súrolja az értelmi fogyatékosságnak a határát, és de nem áll gyám se. És ők döntik el a választást? Ugye én voltam önkormányzat által is így delegált ilyen választási bizottságban. És na, hát akkor mondjuk neked is van egyfajta képmutatásod, mert azért nyilván te is szembesültél olyannal, hogy mondjuk hozták be a papit, vagy valakit, és már tényleg nem is tudott magáról, és nem is látott, és azt se tudta, hogy nem hol azt mondom, van. Hogy nem volt egy ilyen sem. De ilyen sok de, van. Nem ők a tömeg, van. Nem ők a java, a zöm, szerintem. Meg olyan is van, aki mondjuk így úgy látszik, hogy tud magáról, de mégse tud magáról. Tehát rengeteg ilyen ember van, hogy így hogy behívja mondjuk így fiatal ember, és mondjuk aztnak elvitatnám még a 4 általánosát is, és ilyen is nagyon sok volt, hogy megkéri ott a valamely tagot, hogy segítsen neki, hogy most hova mi van írva, meg akkor beigszelni. Mert hány százalék volt ilyen? Hát, hogyha ezeket az előbb említetteket összeadjuk, 90. Akkor szerintem egy 1-2 százalék is ki tud jönni. Sok. 1-2 százalék. Na, de már az is adott. De nem és ez most csak egy cenzus. Hát, hogy már azért, hogy elég szoros volt. De most azért a sok. Tehát, hogyha most a 8 millió választópolgárt nézed, azért az is már sok. És akkor most ez egy cenzus, ott van még a másik kettő, azért itt pár százezer ember adott esetben kirostálódnak, akik teljesen és mi lenne, ha csak a jó fejek választatnának? És aztán mondanád meg, hogy ki a jó fej. Ezt ki mondja meg, hogy ki a jó fej? Én. Alapból hülye kérdés volt, nem? Nem feltétlenül gondolnám a saját kérdésemről, hogy hülyeség volt. Az a baj, hogy az a fajta általános... Akinek barna a bőre. Általános és titkos választójog ért, szerintem nagyon kevesen küzdöttek abból az okból kifolyólag, hogy azt hitték, hogy mindenki értelmes. Tehát nagyon, nagyon kismértékben az az oka annak, hogy mindenkinek meg akarjuk adni a választójogot, mert hiszünk naívan abban, hogy mindenki egyformán értelmes, és majd ennek a sok különböző mértékben értelmes embernek a közös véleménye majd kiad egy közjót. Van biztos olyan naív ember, aki ezt hitte, de tipikusan nem ez az oka, nem valamiféle igazságérzet az oka annak, hogy mindenkinek választójogot adunk. A választójog általános és automatikus megadásának, leszámítva a bűnözőket, akinek egy időre megvonhatják, illetőleg az értelmi fogyatékosokat, akik gyámság alá kerülnek bírósági döntés alapján. Az az oka, hogy nem akarjuk, hogy bárki is meghozzon egy olyan döntést, amiből már nyilván hatalmi szempontok szerint
vagy hatalmi szempontok szerint is fog kizárni valakit. Gondoljatok abba az apróságba bele, hogyha elkezdenénk az értelmi fogyatékosokat kizárni, hányan zárnák ki mondjuk a Puzsért kapásból? Nézzétek csak meg a kommentelőknek egy jelentős részét, miszerint a Puzsér mondjuk elmond egy szerintem baromi értelmes és még felelős gondolatmenetet mondjuk arról, hogy hogyan kéne a médiában viselkedni, és milyen fontos szempontok vannak, és csomóan odaírják, hogy ki ez a nyáladó idióta. Na most, ha ők hoznának döntést, ők zsigerből, ha pedig a politikusok hoznának döntést, ők hatalmi számításból simán kizárnák mondjuk Puzsér Robi barátunkat a választásból. De például az említett három cenzus alapján nem eshetne ki. De ha abban a pillanatban, te is a Robi régi haverja vagy. Én a régi haverja, hogy ott voltam, amikor először találkoztál vele a könyvbemutatóján. Mi van? Igen, parancsolj. Nem akkor találkoztam vele először, azt már még korábban, mindegy. Még az én könyvemet... Én kompetensen vagyok Puzsériában, ez a lényeg. Mindegy, nem. Te izéről beszélsz, a Alexander Pódiumról. Nem akkor találkoztam először, nem. Akkor csak megkért engem, hogy a könyvét mutassam be. Na, már korábban ismertem, sajnos. A lényeg, hogy ugye ő azt szokta mondani, és meg is jött a meglepetés vendégünk. Akitől elvenné azonnal bármilyen hatalom, a választójogot, ha lehetne. Mi van? Győzött a Juventus? Várjál, lábad. Szóval elmondja ezt a Puzsér bazd meg, hogy mi lenne az ő cenzusa, mert a cenzus típusokról beszélünk. Csak befejezem. Tehát abban a pillanatban, hogy megadjuk a lehetőséget az államnak, hogy korlátozza a választásra való jogosultságot, abban a pillanatban olyan módon határozná meg a határvonalakat, persze beburkolná mindenféle szövegbe, például valaki nem elég keresztény, nem elég értelmes, nem elég iskolázott, lehet azt sokféleképpen megfogalmazni, nem elég polgári, hogy az ő érdekében álljon. Tehát amikor emberek azért küzdöttek, vagy adták vérüket, hogy bárki szavazzon, az nem azért volt, mert a sok hülyének meg akarták adni a választójogot. Ugye erre van az a kiváló mondás, hogy azt még elviselem, hogy egy idiótának a szavazata ugyanannyit ér, mint az enyém. Na de egy két idiótának kétszer annyit, az azért nagyon durva. Szóval ezt mindenki így érzi. Szóval, aki normális, azt szerintem úgy érzi, hogy nagyjából ő meg a haverjai tudják azt, hogy minek kéne lenni az országban, a többi meg idióta. Különböző mértékben és különböző elfogultsággal érezzük ezt. De ha a hatalom kezébe adjuk, már pedig ki a fene más, mint a parlament, a törvényhozás, a kétharmad határozná meg azt, hogy kik szavazhatnak, onnantól kezdve elvesztünk, és az egyetlen esélyünk az lenne, hogy utána harcolnánk megint az általános választójogért. Jó, de ezt igazából most is bevezethetnék bármikor, nem? Hogyha mondjuk van egy kétharmad. Tehát most tök fölöslegesen ezt így tovább gondoltad, és ez már egyfajta ilyen tényleg ilyen rettegés, hogy jó, és akkor utána adjuk alájuk a lovat, adjuk alájuk a lovat. De persze, hogy jön utána, hogy nácik, meg zsidók, meg stb., meg már na látod, van neked fantáziád. Persze, ez lesz a következő lépés, azért, mert mondjuk egy-két hülye izé nem szavazhat. De és még azt utána megjött Robi is. De miért gondolt, hogy a politika abban érdekelt? A döntéshozók abban érdekeltek, hogy a hülyék ne szavazzanak. A politika nem abban érdekelt, mert pedig a politika fogja eldönteni, hogy kik ne szavazzanak. Abban érdekelt nem a politika, hogy minél több hülye szavazzon, mert akkor meg lehet őket vásárolni. Nem egy Facebook oldalon vagy egy értelmiségi szalomban fogják eldönteni, hogy ki ne szavazzon. Azt a parlamentben fogják politikusok párt alapon eldönteni. De akkor minek beszélgetünk róla egyáltalán? Én azért beszélgetek róla, hogy ellenérveljek, és meggyőzzem a közönséget az ügyben, hogy ez milyen veszélyes odaadni a politikusoknak. Még hogy te miért beszélget? Gondolom azért, mert te szeretnél meggyőzni őket, nem? Amúgy igen, és nem akarom, hát szerintem ezt ők is látják, és ennyi lenne az utolsó felvetésem, hogy amúgy is hagyomány, hogy ugye volt itt az 1-es, 2-es, 3-as cenzus, meg mondjuk az, hogy semmilyen cenzus ne legyen, és most nem külön-külön-külön, csak hogy akkor szavazzunk arról, hogy ki gondolja azt, hogy a három felvázolt cenzus közül, tehát értelmi, meg ilyen tájékozottsági, meg ott esetben iskolázottsági cenzus közül, akármelyiket mondjuk be kell vezetni. Ki gondolja azt, akkor ellenpróba, hogy életveszélyes, ha a politikusoknak odaadjuk azt a jogot, hogy bevezessenek valamilyen korlátozást. Ugye, hogy mennyire interpretáció kérdése? És itt annyi csúsztatás is van, hogy nem a politikusok vezetnék be, hanem mi. Ja, bocsánat, mi? Azt elfelejtettem. A hülye politikusoktól el kell venni mindent, és mindent mi csinálnánk. Hogy?
valamilyen korlátozás. Tehát, hogy nem mindegy, hogy milyen korlátozás. Tehát például az nem lenne jó, szerintem se, hogyha az alapján döntenénk, hogy ki a szemüveges. A szemüvegesek ne szavazhassanak. Nem, hát mi döntsünk, hogy ki dönt, hogy mi elejön. Szerintem nem lenne jó, hogyha elvennénk a jogot a kopaszoktól, hogy szavazzanak, de az bizony jó lenne, hogyha csak azok szavaznának, akik tudják, hogy miről szavaznak. A nyálatok, ilyen Robi, alapon Robi, például jó Robi, lenne. A nyálatok dióktáktól elvegyük a jogot? De ne vegyünk el jogot, egyszerűen. A szavazás lehetőségét. Én azt gondolom, hogy mérjük fel a szavazás előtt. Oké, okay. A nyálató idiótáktól... Az a tájékozottsági minimumot, ami ahhoz szükséges, de nincs Robi. Ilyen kategória, hogy nyálazzunk nyálató idióta. Van egy olyan... helyzet, amikor szavazás a előtt... A nyálató idiótáktól el kell venni ezt a jogot. Nem kell elvenni a jogot. Hanem? Fel kell mérni azelőtt, hogy szavazna, hogy tudja-e, hogy miről szavaz. Vagy az, hogy és hogyha kiderül, hogy fogalma nincsen arról, hogy miről szavaz, hanem azt szeretné, hogy legyen tánc, és legyen zárcsökkentés, akkor ne szavazzon, de nagyon sok szeretettel és a demokrácia iránti ágyítattal várjuk vissza 4 év múlva, és adunk neki egy 4 oldalas papírt, ami arról szól, hogy mérjük fel, hogy ő tudja-e, hogy miről szavaz. Azt a 4 oldalas papírt, a 4 oldalas brosúrát évente 1 oldalt kell megtanulni abból. 1 év, 1 oldal. Legyen ez egy politikai program. És 4 év múlva, hogyha visszajön, és azon túl, hogy legyen tánc és legyen zárcsökkentés, amiben mindannyian egyetértünk, nyilván az lenne a jó, én is egy olyan világban szeretnék élni, kevesebb zár, több tánc. De ezen túl, hogyha még nehéz elképzelni, hogy a demokrácia ennél többet ki tud vívni, kevesebb zárnál és több táncnál, de ha képes, akkor ehhez fel tudna nőni az a kibaszott választó, akkor legyen, igen, legyen ez a feltétele a szavazásnak. Bizony, veszélyes. Veszélyes, ha már bármilyen feltétele van a szavazásnak, mert akkor holnaptól már csak mi szavazhatunk. Mi, akik a kommunisták és per vagy fasiszták, mi, akik a szemüvegesek és per vagy kopaszok vagyunk. De én azt gondolom, hogy, ennél te több, ennél... Te tényleg azt hiszed, hogy a magyar demokrácia és a magyar pártok... Ennél értelmesebben is meg lehet fogalmazni egy cenzust. Már az Auschwitz-i vonatokat mondta? Én mondtam. Te tényleg azt hiszed, hogy a magyar demokrácia és a magyar pártrendszer azért nem működik jól, mert pár szalacsi részt vesz a szavazáson, és a szavazók körülbelül 1-2%-át szalacsik alkotják. Én azt gondolom, hogy 12 különböző okból működik szarul, és ezek közül az egyik ez. Nem gondolom azt, hogy kizárólag ez lenne az oka annak, hogy szarul működik a magyar alkotmányosság, vagy az úgynevezett demokrácia. Nem gondolom, hogy kizárólag ezért bukott meg a rendszerváltás. Ez egy súlyos probléma, amit korrigálni lehet. Van még 12 másik súlyos probléma, évek óta beszélgetünk. Robi, hány százalék szalacsi szavaz? Honnan tudnám, hát szociológus vagyok én? Szalacsiológus vagyok én? Vagy nem vagyok én? Nem tudom. De véleményed van erről? Hogy hány százalék szavaz? Nem tudod, és úgy mondod ezt az egészet. De 1% is sok! Szalacsiból, okay, meg zárcsökkentésből, bazd meg! 1% is túl sok, bazd meg! És valahogy azt sejtem az alkoholizmusnak, meg a roncs társadalomnak a szemrevételezésével, hogy több, mint 1%. Igen, több! Szerinted mennyi? Fájdalmasan több! De nem tudom, hogy hány százalék! Tippelj, nagyjából becsüld meg, a véleményedre vagyok én. Nyilván nem tudod pontosan, de mégis van valami benyomásod. Hány százalék? Szalacsi. Szalacsi? Szalacsi. 35% szalacsi. 35, akkor neked, én is 35-40 ponttal. Neked abban a világban, amiben te élsz, tökéletesen igazad van, azonban ennek nem sok köze van ahhoz, ami Magyarországon jelenleg a valóság. Neked tök igazad van egyébként. Én 90% szalacsi. 90% jó, okay, a következő kérdés, azt gondolom, hogy nem lehet így, tehát, hogy kár lenne ezt így felvetni, tehát, hogy amikor azt mondod, ne korlátozzuk a választójogot, mert akkor majd ki tudja, hogy korlátozzák a választójogot. Nem ki tudja, pontosan tudom. Ne hozzunk létre börtönöket, mert ki tudja majd, kiket Robi, zárnak bele. Nem azt mondtam, hogy... Hát így ne legyünk már értelmetlenek, mert a börtön az önmagában nem egy rossz intézmény, csak a megfelelő embert kell belezárni. A cenzus is egy jó intézmény. Azzal vitatkozom, amit nem mondtam, hogy ki tudja. Én pontosan tudom, hogy mit fognak csinálni, azt fogják
csinálni, hogy aszerint húzzák meg az összes határt, ahogy a saját érdekük diktálja. Te nem ezt gondolod a törvényhozóinkról? Én azt gondolom, hogy én azt gondolom, hogy nekünk a kezünkbe kell venni a politikát, és kívülről kell egy kontrollt biztosítanunk a politikával. Tehát szemben. Törvényt akarsz politikusoknak, hozni? Nem, a politikusoknak a törvényt fogja leírni, nem? Nem, én akarom a törvényt hozni. Tehát ezt a választójogi törvény fogja definiálni, ki szavazhat, amelyre parlamenti képviselők fognak szavazni. Igen, de én azt gondolom, hogy a parlament... Én azt gondolom, hogy a házból jöjjünk már ki, hát ez konkrétan meg fog. Én azt gondolom, hogy a parlamenti képviselők azok az alapján szavaznak, amit tőlük a társadalom elvár. Nem, azt nem látják, igaz, a saját hatalmi érdekükben szavaznak. De hogyha azt látják, hogy egy bizonyos intézkedés az szavazatot visz, miért kéne? Most mi van? Mi a kurva élet van? Ti nagy te a terapeuta vagy? Vagy mi a kurva anyád vagy te? Ezek hihetetlen, nézd a szemébe! Mi a picsa van, bazd meg? Mi van? Amikor élvezel, akkor nézzél a szemembe, szóval, viszont az a következő kérdés, igen, hogy néztem, a választójogi... Ez hihetetlen, bazd meg! Mert foglalkozz a saját kibaszott szemeddel, geci! Végre van egy kis élet. A választójogon kívül ezektől az emberektől milyen további jogokat vonnál meg? Mondjuk megvonnád-e azt, hogy szabadon beszéljenek bármilyen témáról? Nem. És nem lehet-e véletlenül, hogy a választó... De nem vonnám meg a választójogot se! Feltételhez kötném, ahhoz a feltételhez, hogy ő előtte egy 4 oldalas papírról... A tévében megszólalhasson? A tévében megszólalhasson, hogy nem válaszolt értelmes kérdésekre? Jó. Tehát Perki Krisztián nem a tornát... Én azt gondolom, azt hogy a tévébe? Tehát miért a választó jognál vannak itt a problémák, amikor jelenleg a tévé, mondjuk a azt gondolom, hogy tévé, azt gondolom, hogy a demokráciának nem az a lényege, hogy az emberek azok saját maguknak nyugdíjemelést, meg rezsicsökkentést szavaznak meg. Azt gondolom, hogy ez a demokráciának a csődje, és nem pedig a működése. Nem pedig mindenki maga a saját érdekét igyekszik érvényesíteni? Éppen te is most ezt teszed? Én azt gondolom, hogy a mi feladatunk az az, hogy a politikusoknak egy külső kontrollt biztosítsunk. Tudjuk jól, hogy a politikusok kecskét előbb basznak, mint hogy egyetlen szavazatot is elveszítsenek. Tudod, milyen kurvára örülnének, hogyha ezt a gumicsontot bedobnánk, és mondjuk nem a halálbüntetéssel, hanem a szalacsik kizárással kéne foglalkozni, akkor tovább folytatódna a dúlás. Kurvára örülnének, hogy nem értelmes kérdésekről folyna a szó, hanem ennek az 1-2, szerintetek 35%-nak mélységes lenézése ez egyébként a társadalomnak. Nem igaz, hogy 35% szalacsi szavaz. Lehet, hogy van 35% szalacsi, de ők nem mennek el szavazni szerintem. Tehát mélységesen örülnének, hát neki a politikusok... Hát ők nem, hogy... ők szavazni! Ezek, hát hogy mennének el szavazni? Hát hogyan? Hát az elmúlt éveknek a politika történetét elnézve, hát ha ezek szavaztak volna, hát hol tartana ez az ország? Hát hogy el se tudom képzelni, hogy hova süllyedt volna az ország, ha ezek szavaztak volna. Még szerencse, hogy nem szavaznak. Még szerencse, ezért működik a demokrácia, Geri, mert ezek nem szavaznak. Hála a jó Istennek! Neked nincsenek olyan ismerőseid, akik megtudnák ezt a 4 oldalas... Működik a demokrácia? Ha működik a demokrácia, mert ezek nem szavaznak, akkor miért kell őket kizárni, hiszen nem szavaznak. De Robi, pont erről mi már futottunk egy kört, hogy én azt állítottam, hogy sokkal több értelmes ember marad otthon, és nem megy el szavazni, mint fordítva. Geri, tiltsuk be a kést! Hányan elvágják a másik torkát, meg a sajátjukat? Kevesen, nagyon képzeld kevesen. Képzeld el, kés nélkül! Nagyon kevesen vágják. És ez belefér? Ez már belefér? Ennyi hulla neked már belefér? Ez a te lelked elszárad, ez már neked oké? Ezzel te már el tudsz számolni? Igen, én el tudom. Milyen sötét demagógia ez, bazd meg! Amit te mondasz, vagy amit én? Amit te? Nem a cenzussal van a baj, hanem a vagyoni cenzussal van a baj, hanem a származási cenzussal van a baj, a születési cenzussal van a baj, mindazokkal a cenzusokkal van a baj, amelyeket a múltban eltöröltünk, amiért küzdöttek az ősei. Nem érzed úgy, amikor visszahozzuk a cenzust. Az nem olyan, hogy ne hozzuk vissza a cenzust, az egy veszélyes dolog a cenzus, még a végén rosszra használják. De ezt én ugyanilyen módon beszélhetsz dolog a kés. Miért ilyen hangsúlyan meséled el? Ez olyan, mintha csúsztatnál. Egyébként nincsenek olyan ismerőseid, akik tökre ki tudnák tölteni ezt a 4 oldalas lapot, majd az MSZP-re szavaztak 2006-ban és mitől 2002-ben, vagy a Fideszre szavaztak 2010-ben és 2014-ben. Nem hemzsegnek az olyan ismerőseid? Nem gondolom, hogy ez de az egyetlen... De várjál, válaszolj a kérdésre. Igen vagy nem? Lehet.
Lehet. Akkor mit érnél el vele? De nem azt gondolom, hogy ez önmagában megváltaná a magyar politikát és a magyarországi demokráciát. Szóval nem és alkotmányosságot. Nem, ez egyike a fontos kérdéseknek. És ha a 12 kérdést, a 12 problémát orvosolnánk köztük ezt, az már úgy gondolom, hogy vezetne valahova. Úgy gondolom. Meg köztük, amit említettél, hogy na és a média, hát persze, hogy ne, az is például szerintem a 12-nek az egyike. És ki veszélyesebb, hogy... aki erkölcstelen és nagyon okos, vagy aki ostoba és barom? És aki kevésbé veszélyes, és aki kevésbé veszélyes. És nagyon okosnak megadnád a szavazójogot? De én azt gondolom, hogy ezek szövetségesek, Geri. És ezt de a szövetséget kéne megbontani. Kérdezem, hogy megadnád, ezzel a cenzussal ezt a szövetséget meg lehetne bontani. De megadnád az erkölcstelen, de nagyon rossz indulat, vagy most az erkölcstelen, de nagyon okos emberek, megadnád a szavazójogot? Én azt gondolom, hogy a pszichopátia... Erkölcsi cenzussal sokkal nehezebb mérni a pszichopátiát. Ja, de ha jól tudnánk mérni a pszichopátiát, nem, ha jól tudjuk mérni a pszichopátiát, azt is az szerintem korlátozni. A kommunista állam csinálta azt, hogy az ellenzékieket pszichiátriai betegnek titulálta. Úristen, nagyon, de nagyon micsoda, jó volt mi, de micsoda nagyon csúsztatás jó ez, bazd meg, te jó Isten, ki beszél az ellenzékiekről? A pszichopatákról van szó, ami tudományosan mérhető, meg a szalacsiakról van szó, meg az árcsökkentésről, bazd meg, nem az ellenzékiekről. Kinek az ellenzék az árcsökkentés, bazd meg? Nem félsz kinek attól, az ellenzékieket kizárják, te jó Isten, ezt te komolyan mondod? Nem félsz attól, hogy hang nélkül leadják az arcodról most készült felvételt, és ez alapján kizárnak a választójogból? Ettől tényleg nem kell tartanunk? Mert én tartok tőle, és én kiállok a te jogaidért. Nem, még veled szembe is. Baszottul nem tartok tőle. Ne az alapján zárjanak ki valakit a választójogból, vagy a szavazati jogból, hogy az arcáról leveszik a hangját, és alárakják a szalacsiét, bazd meg! Szerintem is mérjük mondorítom. Fel ott és akkor a szavazókörben mérjük ezt föl. De hát szerintem azért a pszichiátriai személyiség de sem könyörgök. Most mondtad, hogy a pszichopatákat ki kéne de zárni. Geri, jelenlegi személyi igazolvány kell a szavazáshoz. És ha valaki elvesztette, azt már kizárjuk a szavazásból. És ha valakinél nincs személyi, annak már nincsenek is polgári jogai? Látom, megragadtad a demokráciánk leglényegesebb problémáját, ahova oda kell keményen csapni. Ugyanazt, de valójában ugyanazzal a sötét alja demagógiával szembesítelek, amit te gyakorolsz. Bocsássál meg. Meg ne haragudjatok, de itt amire a Robi is utalt, hogy tényleg működik egy szövetségi rendszer, és most nem tudom, hogy 10 vagy 12 olyan alapvető probléma van, de minden összefügg mindennel, tehát 14. Van egy politikai elit, ami szövetségbe áll ezzel a jelenlegi médiával, aminek érdeke, így a kettőnek együtt, hogy tényleg így lealjasítsák a társadalmat, hogy minél több szalacsi legyen, hogy aztán minél kevesebb teljesítményt kelljen nekik felmutatni, és aztán minél könnyebben tényleg egy kiló liszttel, 500 forinttal, vagy plakáttal el lehessen vinni a szalacsikat. És amúgy volt egy ilyen kísérlete is, és most itt ezt ne kerüljük meg, volt egy ilyen kísérlete, vagy felvetése még a Fidesznek is, hogy akinek több gyereke van, annak több szavazati joga legyen. És most itt ne fogjuk szalvétával a dolgokat, most a mai magyar társadalomban vagy demográfiát nézzük, kinek van általában adott esetben 8-10 gyereke. Mondjuk, ki, a Gyurcsánynak meg az Orbánnak együtt. Igen, tehát vagy a... Tehát nyilván van egy olyan leszakadt réteg, most nevesíthetjük őket is, hogy cigányság, tök beszélsz. Mindegy, de hogy volt már ilyen, hogy akkor nekik több szavazati jogot, mert akkor így már elég könnyű lett volna bebetonozni magukat, és akkor ugye itt működik tényleg ez, hogy minél butább a társadalom, minél kisebbek az igényeik, annál jobban, és most ez például csak egy ilyen hármas rendszer. Ebben baromira igazadon csak az, hogy itt a baj, hogy a politikusok és a média szerintem is együtt érdekeltek az ország szalacsisításában. Majd ti azt mondjátok, hogy ezektől vonjuk meg a választójogot. Nem talán az a probléma, hogy a média és a politikusok szalacsisítják. De valahol el kell kezdeni, először megvonjuk. Az ellen kell tiltakozni, akár a bíróságon is, vagy bárhol, hogy az országot szalacsisítsák. Hát ezzel párhuzamosan azt is el kell indítani, hogy ne szalacsisik, ne termelődjön ki. Tehát itt meghúzzuk, hogy aki egyébként most szalacsi, az ne... Egyébként egész szalacsis cuccot, ezt a média kezdte el nyomni. Tehát ezeket az internetes antisztárokat, a polgári előtt, meg a szalacsik... De hány olyan valaki nem sztár? Ezt nem szabad eltűrni. Spontán média, tehát hogy ezek ilyen YouTube-on fölfutott sötét figurák voltak, média. Hát most mennyire a média, könyörgöm. Ez egy válság. Tehát, hogy bárcsak a médiának ez lenne a legnagyobb manipulációja.
De ezzel van a gond. Közönség szeretne megszólalni. Csak azt szeretném mondani, hogy abban teljesen igazad van, hogy személyektől... Tehát, hogy én... Szalacsi Sándor. Tehát nemmel szavaztam arra, hogy személyektől, a személyekben megkülönböztetett emberektől megvonják a szavazati jogot. És erre te azt mondtad, hogy igen, tényleg nem lenne jó, hogyha embereket személyekben, személyükben korlátoznák, hogy ne tudjanak szavazni. Na de erre az lenne a megoldás, tehát szerintem, amit a Robi mondott, ti most tökre elbeszéltek egymás mellett, mert a Robi erre azt mondta, hogy nem személyeknek korlátozzák a szavazati jogát, hanem a szavazáshoz ebben, van egy belépő. Így van, egy kompetencia. Van egy belépő. És tök mindegy, hogy te ki vagy, milyen nemzetiségű, milyen IQ-val rendelkezel, hogy te akarsz-e táncot, vagy zárcsökkentést, mert itt az a kérdés, hogy te tudod-e, hogy mire szavazol, vagy nem. De szerinted az Orbán vagy a Gyurcsány nem változtatna azon egy picit, egy finom hangolást? Mondjuk az Orbán nem egy picit még inkább ezt egy ilyen magyar, és hát így a világtrendekkel szemben és a bankokkal szemben egy még rezsi csökkentőbb irányba nem változtatná meg ezt a tesztet? Majd az, a következő kormány megint. És végül ez már ez már egy más kérdés, mert itt volt az elv, és akkor ennek a gyakorlati végrehajtása. De? Tehát, hogy az elv jó... Ez a gyakorlati végrehajtás a szar. Megint a kommunista érvelés, hogy a kommunizmus baromi jó volt, csak hát az a gyakorlat, hát igen, csak a Rákosival voltak gond, de egyébként gyönyörű elvek voltak. Hát az elv sem volt jó, az az elv, amelyik ilyeneket szül, az nem jó. Márpedig szerintem ezt csak a vak nem látja, hogy a politikusok mire használnak ezt, ezt a gyönyörű elvet. Az egy kompetens kérdés, hogy azt a belépőt, vagy azt a kérdéssort, ami alapján valaki kvalifikálhat a szavazásra, azt hogyan... Milyen kérdésekből és ki állítsa össze. Választási konzultáció. Egyáltalán nem biztos, hogy neki ki? Kéne ki? Kire bíznak? Most ebben a pillanatban bevezetnénk. Ki állítaná össze? Elsimon László, Lázár János, Rogán Antal vagy Dajcs Tamás? Ki állítaná össze? De ki mondta azt, hogy most azonnal vezessük be? Tehát itt szerintem lépjünk vissza. Ne vezessük be, azt mondod? Lépjünk vissza kettőt, és mondjuk először teremtsük meg azt a politikai környezetet, ahol ezt normálisan be lehet vezetni. Úristen, egy intézményt ne vessünk el attól, hogy azt látjuk, hogy a jelenlegi kormányzat visszaélne vele. Hát ilyen alapon, de ilyen alapon ne válasszuk szét a hatalmi ágakat. Mert látható, hogy a jelenlegi kormány az ezzel is visszaél. Ezen az alapon szüntessük meg a bíróságokat, mert látjuk, hogy a jelenlegi kormány azoknak a függetlenségét se tartja tiszteletben. Ezen az alapon... Ne adjunk több hatalmat nekik. Pontosan ellenkezőleg mondom, maradjunk meg a hatalmi ágak szétválasztásán, amikor nem adunk több hatalmat a végrehajtó hatalomnak, mert az előző kormány, és ne legyenek illúzióink, a következő kormány sem fog jobb arcúakból állni, mint ezek az Elsimon Lászlók. És ők fogják ezt eldönteni, tehát ezt nem lehet ettől eltekinteni. Én meg azt gondolom, hogy ezeknek a kormányoknak, hogy a hosszú távú cél az nem az, hogy minél kevesebb hatalom legyen ezeknek a kezében, hanem hogy olyan intézmények legyenek, amelyek biztosítják a társadalmi szuverenitást, a zárcsökkentés, meg a tánc, az nem a népszuverenitás része. Ebben teljesen igazad van. És azt gondolom, hogy nekünk meg civileknek, az internet polgárságnak az a dolgunk, az a feladatunk és a felelősségünk, hogy kívülről nyomást gyakoroljunk a politikára. Kvázi felgyűjjünk olyan számban és olyan mértékben, és ez majd annak a nemzedéknek lesz a feladata, amelyik már most táblagépekkel a kezében nő fel, kívülről olyan számban felgyűlve, olyan kritikus tömeget elérve tudjunk döntéseket kikényszeríteni a hatalomtól, ahogyan a közvélemény, ahogyan a polgárság, ahogyan a társadalom eltörölte például az internetadónak a tervezetét. Nagyon jó, az egy jó példa volt nagyon erre. Nagyon jó véleményed van a jelenlegi fiatalokról. Nekem is. Éppen ezért nem akarom, nem félek attól, hogy majd az a pár százalék Szalacsi meg fogja őket rontani. Majd ők helyesen fognak tudni a választáson szavazni. Lenne egy baromi jó kérdésem hozzád, és akkor szerintem, ha ezt megválaszolod, akkor leborulok előtte. Baromi jó válaszom van. Jó, hogy nem elképzelhető-e az, hogy csak 18 éven felüliek szavazhatnak, hogy ez egyfajta értelmi cenzus? Hogy ezzel nem lázadunk? Akkor, tehát itt feltételezi a társadalom, meg a döntéshozók, hogy 18 év alatt még hülye.
akkor nem lehet, hogy akkor szavazni kéne a 10 évesnek is. És persze az a 10 éves lehet, hogy sokkal értelmesebb. Oké, válaszolok a kérdésedre. Igen, tiltakoznék az ellen, ha ezt 65-re kívánnák emelni. És most ezt teszem. Ti éppen emelni akarjátok a határt, nem csökkenteni. Ne állítsd be úgy, mint én kívánnék valamilyen határt behozni a képet. Cenzus. Végül is a te logikád alapján. Miért húztuk meg 18? Hát meghúzhattuk valami is, hogy szőke a haja. Ezt mondom, ha ezt emelni kívánnák, például mondjuk 65-re, én tiltakoznék ellene. Bocsássál meg. Ezt miért, teszem, épp miért nem szavazhat az, aki két vonalat le tud ez rajzolni, amit metszik egymást. Ez a feltétele a szavazásnak. Ha már két vonalat, két egymást metsző vonalat le tud rajzolni, akár egy szegfű, akár egy narancs mellé, hát hadd szavazzon! Hát milyen jogon korlátozott te az ő szabadsági jogait? Ez az álláspontod? Nem. De ez következik a te érvelésedből. Számodra. Talán nem egyedül az én számomra. Talán itt a troll demokráciás kollégának a számára. Engedjük meg a feltételezést, hogy azért volt, aki értette, és nem csak egy paródiájában. De magyarázd el, hogyha a Szalacsi alkalmas arra, hogy szavazzon, akkor egy 16 éves gimnazista, amelyik a Szalacsinak az értelmi színvonalát 12-szeresen haladja meg, miért nem alkalmas arra, hogy szavazzon? Győzzél meg erről, légy melyik szíves! Melyik ponton állítottam, hogy a Szalacsi alkalmas a szavazásra? Emlékeztesse erre engem. Hát könyörgöm, te mondtad, hogy hadd szavazzon a Szalacsi, bazd meg! De, hát most már azért ne, azért várjál, a Krisztus faszára ne kössünk csengőt, bazd meg! Mi volt az indoklásom, hogy miért nem akarom megvonni a Szalacsitól a választójót? Emlékszel még rá? Mert akkor mástól is megvonnák a kopaszoktól, a szemüvegesektől. Valóban, nem a kopaszoktól, és a 20 évesektől. Bocsánat, ezt mondtam volna, hogy a kopaszoktól és a szemüvegesektől? Jó, visszaélnének, kiktől? Visszaélnének. Kiktől? Visszaél... Kiktől, Geri? Azoktól, akik éppen az aktuális hatalomnak nem fekszenek jól. Igen. Én viszont azt kérdezem, hogy miért nem ott van a határ, ahol már megérti, hogy miről szavaz. Miért 18 évnél van a határ? Szerinted hol kéne lenni a határnak ez? Szerintem ott kéne lenni a határnak, hogy megérti, hogy miről szavaz. És hogyha ezekre a kérdésekre válaszolni tud, akkor szavazzon. Értettük, és én pedig ennek a veszélyére hívtam fel. De miért 18 év? Geri, miért 18 év, ha a Szalacsi szavazhat? Hívtam ennek a 2% szavazhat. Nem kevesebb. Miért nem kevesebb? De én nem bővíteni akarom. Az elég baj, miért nem? Miért nem? Hát bővítsük, hát legyen nagyobb a demokrácia, több a szavazójog, és legyen kevesebb. Előbb még szűkíteni akartad a te aspektusodból érted most. De félreértetted az aspektusomat. De hadd szabadjon. Súlyosan félreértetted, ezért indokolatlan az, hogy erre alapozva érvelj. Hiszen az én ásban nem az volt, hogy bővítsük a választójogot a kutyákra, az egysejtűekre, vagy a vitorla virágú növényekre. Nem ez volt az ásmondom. Ha így értetted, hát értem a felháborodásodat. Neked az volt az álláspontod, hogy a Szalacsinak szabadjon szavazni. Nem ez volt az álláspontom. Ne szabadjon szavazni? Nem, az álláspontom az volt, hogy ne adjuk oda a politikusoknak egy a jogot, hogy ők döntsék el. Ki mondta, hogy a politikusok döntik el? Azt mondtam, hogy mi döntsük el, és első körben úgy döntsük el, hogy törvény mondja. Jelen pillanatban az alaptörvény, válaszoljak a kérdésedre. Korábban az alkotmány mondta. Tehát ez a válasz. Jó, de ez egy korrupt érvelés. Mert egy elvi problémát, egy gyakorlati működéssel igyekszel cáfolni egy érvényes elvi felvetés. Ez nem így van, mert szerintem nem az Elsimon specialitása, hogy korrupt politikus, hanem általában a politikai rendszer sajátossága, hogy korrupt emberekből áll. Ezt el is mondtam az előbb, hogy a hatalmat a hatalom generálja, és ahogy te is nagyon jól mondtad, ebben a vízben mindenkinek visszanőnek a végtagé, még aki eredetileg lábakkal ugrott be annak is. Ezért azoknak, akik ebben részt vesznek, csak a maximális kontroll, a külső kontroll a jó, és nem pedig az, ha minél több jogot odaadunk neki, hogy tőlünk megvonjon bizonyos kontroll. Tehát az álláspont az... De ha kontrollálni tudjuk annak a működését, ahogyan El Simon László, Dajs Tamás, akkor vagy bárki más lefolytatja a nemzeti konzultációt. Akkor ne pont ebben az apróságban tegyük akkor... meg, hanem a baromi fontos kérdésekben. De ez is egy fontos kérdés. Ha nálatok van a bőrkesztőben... De könyörgöm, akkor egyedül a lélegeztetőgép a fontos kérdés, bazd meg! Nem. Azon kívül minden más érdektelen, ilyen demagóg érvelés alapján, bazd meg! Ha ezt hidd ezt! Én viszont azt mondom, hogy ha te tudod, hogy ezügyben hogyan kontrolláljuk a politikusainkat, hogy ne kövessék el ezt, hogy kizárják azokat, akik nem érdekük, hogy szavazzanak, akkor ezt más, sokkal fontosabb, mert szerinted is talán léteznek fontosabb témák, ugye? Ennél. Nem léteznek fontosabb témák? Azt gondolom, hogy ez egyike a nagyon fontos témáknak. Oké, léteznek azért... Oké, ez a legfontosabb téma? Kezded. Oké. Az egyik fontos téma ez. Fontos téma. Ha nálunk van az az eszköz, hogy hatalmat
nyomást gyakoroljunk felettük, akkor ennek már nincs is jelentősége, hogy ki fog különösképpen szavazni, hanem akkor ezt a nyomást gyakorlást használjuk valódi értelmes célokba. Mert ez egy önmagában forgó érvelés, hogy azért gyakoroljunk hatalmat, hogy aztán majd azok szavazhassanak, akik megszavazzák azt, hogy majd azok legyenek, akik fölött amúgy hatalmat. De nem, az, hogy mi kívülről akarunk hatalmat gyakorolni, az még nem zárja ki az intézmények tökéletesedésének, a jobb és jobb intézmények létrehozásának az igényét és a szükségét. Ezek nem egymást kizáró tényezők, ezek egymást segítő tényezők. Kellenek az intézmények, és kell a civil kontroll. Egyaránt. Teljesen egyetértek, csak amit mondasz, a konkrét javaslat azt szerintem nem erősíti, hanem gyengíti a civil kontrollt, mert nagyobb hatalmat ad a politikusoknak, hiszen meghatározhatnak. De miért hozod mindig vissza a politikusokat? Mert ők hozzák a törvényeket. Magyarországon képviseleti demokrácia van. De itt már megegyeztünk abban, hogy először teremtő... Van egy olyan tervetek, hogy nem képviseleti demokrácia lesz, ahol nem a politikusok gyakorolják a hatalmat? Amúgy még lehet finomítani, lehet finomítani a rendszert, átmehetünk erre is. Nem, hát figyelj, a cenzust, kivezeti be a cenzust, kidolgozza ki azt a Nézz a szemébe, bazd meg! Köcsökkém, én a szemébe néztem. Nézz a szemébe, kérdezel, bazd meg! Te nézd most az én szemembe, köcsök! Te vagy a troll demokrácia, itt mindenki troll rajtad kívül, bazd meg! Szóval. Amúgy félreérted, mert nem mi vagyunk a troll, hanem a rendszer. És rajtad kívül pedig mindenki demokrata. Kidolgozza ki? A közönség szemébe nézek, hogy a Puzsér, mert az hathatósabb. Ki fogja kidolgozni akkor a izét, ezt a négy oldalt? Ki fogja megszavazni ezt a négy oldalt? Hát kurva egyszerű. Jó, fogadjuk el, van egy ilyen elv. Egyébként, hogy mondjam, tehát én nem vetném el én sem a cenzust abszolút mértékben, de viszont abban meg a Gerivel értek egyet, hogy ennek a gyakorlati megvalósítása az beleütközne pici akadályokba. Csodás konszenzuális figura vagy. Így van. Te meg kinyalhatod a seggel. Olyan jó, hogy majd olyan csodálatos. Van a nagyapámnak egy frappáns mondása, mindig az ilyen kényes szituációkra használta, mindig azt mondta, hogy az anyád picsáját. És szerintem ez volt az apu azért iszik, mert te sírsz, úgyhogy jövő héten várunk titeket. Köszönjük a figyelmet. Én nem jövök, úgyhogy gyertek. Sziasztok. Hello.